Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakál Metál autóalkatrész. Már videózunk! Már videózunk! Felkészül! Ki, hogyha meghívunk valakit? Család. Szia! Ha meghívunk valakit, akkor lesz egy kis meglepi. Milyen meglepi? Jó meglepi! Kérlek, azt, ezt, ezt vedd fel a fejedre. Mert olyan meglepi lesz. Gondolkodtuk el, hogy a pleddel csináljuk, de ezzel először szív lesz. Csak egy gyors automatizáló kör. Szia, Szia porrata, nem Sejtettem, hogy valami ilyesmi, készültök. Itt. Valami szopatásra. Nem szopatás, figyelj ezt. Nagyon sokan élvezték már szinte neked is tetszik. Hát well. persze, persze, hogy szól. Na, fán, fára volt. Fár, elektromosra jobb lett volna, de azért ez sem volt rossz, no, azt kell mondani. Mert tesla lett, de ugyanez. Szerintem megoldható, de figyelj, tekintsük múzeális értéknek most. Köszönjük a menő dohányzó a Lafankinak, ha megnéznétek a termékeiket, akkor itt van egy link a leírásban. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, like és esetleg írjátok meg kommentben azt, hogy kivel látnátok legközelebb egy ilyen beszélgetést. Műhelyben még nem forgattam, csak egyszer, amikor <hállt> teszlából kiszedtük az aksit, és aksit cseréltünk, az ott az, egyetlen. Az egy, az egy hasznos anyag, az egy hasznos anyag. Nézd, nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogy is kéne téged felkonferálni. Mert azt mondtad, hogy se az influencer, se a youtuber nem egy olyan kifejezés, amit így kifejezetten szeretsz, vagy hát magadra Hát ez nagyon nehéz. Én <laughs> szeretném azt gondolni, hogy újságíró, de egyre messze sodródom meg. <laughs> hát az ugye mi nem vagyunk, azok mi nem lehetünk sokak szerint, mert hogy nem tanultuk meg így, meg úgy szerintem simán belefér, csak ilyen viccesen hangzik a videózásra az újságírás, hiszen nem újságot írunk, hanem videót írunk. Videóírók vagyunk szerintem. Videóírók. Ez, jó, csinálj egy ilyen szót, ezt még senki nem használt a videóírás. Igazából kiadja, de akkor te most ezzel úgy definiálni is tudnád magad? Figyi, én mindig azt szoktam mondani, én ezt az influencer szokta, ezt gyűlölöm, mert elkoptatták, és számomra is az influencer az egy nem jó jelenség, mert gyakorlatilag minden szart elvállal pénzért, és azt mondja, hogy jó, én meg nem ilyen vagyok, én 99%-ot utasítok vissza, és csak azt vállalom el reklámként, amire azt gondolom, hogy tényleg megvenném, vagy meg is veszem. Leginkább meg szoktam venni ezeket. A youtuber az is szerintem az egy ilyen, hát, gyerekek, akik gémen, gémen, gaminget közvetítenek, ők is youtuberek. Én azt szoktam mondani, hogy én elektromos autókról és megújuló energiákról, meg kütükről készítek videókat. És, és ez szerintem itt tökéletesen lefedi, nem szeretem ezeket a, a cím, címkéket, hogy így, amiket így egymásra aggatnak az emberek. Az a baj ezzel, hogy tanultam újságírást, és ugye ott az elsődleges kérdés a hitelesség, hogy létezik olyan, hogy objektivitás, vagy pártatlanság. És onnantól kezdve, hogy ilyen szinten a fákjadra lányzsádra, bocsánat, egy témát, és magad, tehát hogy te most, hogy ezt felvállaltad, és korábban is felvállaltad azt, hogy elvállalsz olyan megkereséseket és szponzorációkat, amik, amik ezt esetleg csorbíthatják onnantól, ez szerinted ez a hitelesség kérdése, ez megáll? Nem vállalok, el, nem vállalok el olyat, ami csorbíthatnám. Tehát a, ott a napelem a házavon a tisztenergiásokkal csináltuk és azért választottam őket mert egy olyan céget ismertem meg bennük akik a profitjuk 10 át jótékony célokra fordítják és, és imádják azt amit csinálnak és és ők sem a pénzért csinálják és mégis nagyon jók vagy vagy például ott, az elektromos autózás. Én sosem kaptam pénzt autógyártótól, te sem. Ezt pontosan tudod, hogy mindig megjelenik, mennyit fizetett az XY gyártó, a BMW, a Mercedes, a Volvo, a bárki, a Tesla. Nyilván soha nem fizetett senki, én azért kezdtem el elektromos autókról videókat csinálni, mert amikor én vettem egyet, akkor rengeteg videót néztem meg róla, hiszen tök új az egész, és meg kell tanulni, mint annó a lovak után a benzines autó. Ez most ugyanolyan váltást, annyi, hogy négy kereke van, meg a kasznit ismerjük, de hogy a szoftver más, a hajtás más, a tankolása más, minden más, és én rájöttem, hogy Magyarországon nem nagyon foglalkozik ezzel senki. Tehát én tényleg segíteni szeretnék ezzel az embereknek, miközben megélek mondjuk a YouTube bevételekből vagy a támogatókból. Tehát szponzorált tartalmam az az elmúlt másfél évben nem volt. Tehát, tehát hogy a, valaki ad egy terméket, hogy itt van, csinálj róla videót, és fizetek érte pénzt. Ilyen talán az utolsó a 20 Kvarna fűnyíró volt, de ott is egyszerűen nem fogadtak el semmit. Gulyás Marciéknál, a Partizánnál egy nagyon érdekes kérdés, hogy a mozgalmárság az vehet-e a közszolgálatiságnak a rovására. Te magadra tekintesz úgy, mint mozgalmár, vagy te tényleg csak adatokat és tapasztalatokat közölsz, amiket te a tartalomkészítés során megtapasztaltál? Én early adopternek tekintem magamat, annó meg kell, ugyanezt megcsináltam. Tehát, hogy 2003-ban, amikor én elkezdtem nekezni, én, én, annyira beleszerettem megbe, hogy ezt át akartam adni az embereknek. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen mozgarmánság egyébként inkább, de, de egy kicsit ilyen early adopterség is, hogy 15 évig toltam az apple és az elejét élveztem a legjobban, amikor még senki nem ismerte, még nagyon új volt, még nagyon pici volt a penetrációja, és most ugyanez van az elektromos autóknál, hogyha minden autó elektromos lesz, akkor én már nem biztos, hogy nem ezzel akarok foglalkozni, hiszen akkor már nem fogom azt érezni, mint amit most érzek, hogy, hogy egy ilyen marginális kisebbséghez tartozom, Tudok nagyon sok embernek segíteni a választásban, és na, biztos te is kaptál, de ezt tudod, milyen jó érzés, amikor kapsz egy levelet, hogy láttam a videódat, megvettem ezt az autót, és köszönöm szépen, hogy ezt is, meg azt is elmondtad, mert hogy így nem csalódtunk, és nagyon-nagyon szereti az egész család, és hogy köszönjük szépen a videót, és hogy ezekért szerintem simán megéri csinálni. Hogy alakul most a tartalmaidnak a piaca? Tehát itt vagyunk Magyarországon. Kelet-Közép-Európában, mondjuk azt, hogy egy nagyjából 16 éves átlag életkorú gépjármű parka, tehát mondjuk ki, hogy még a jobban kereső rétegnek is nem annyira realitás, még mondjuk egy használt villanyautó sem. Növekedést az csökkenést, esetleg, esetleg, stagnál, tudsz következtetéseket levonni a tartalmaidra adott reakciók esetleg a megtekintések alapján? Hát a megtekintés alapján nem, mert az kb. mindig ugyanaz. Most éppen nőtt, de valamikor megcsökkent, tehát hogy nekem nagyon-nagyon hullámzó megtekintés szám, attól is függ, hogy milyen témákat csinálok. Hát én most azt látom, hogy most nagyon megállt minden, nem csak az elektromos autózás, hanem a benzines, meg a dízel autózás is megállt, mert olyan irdatlan drágák lettek az autók, hogy nem csak Magyarországon, Németországban sincs pénzük az embereknek most új autóra, tehát mindenki eltolja a flotta vásárlásokat, hogy három évente cserélték eddig az autókat, mondjuk, és akkor most á, jó lesz az még majd négy-öt évesen lecseréljük, mert, mert egyszerűen nagyon-nagyon drágák, nyilván ez nem jó, de közben azt is látom, hogy ha fölmegy az energiár, meg mondjuk a Tesla elvesz az ingyenes supercharger akkor megállnak az eladások, de elkezd a használtnak az ára lemenni. Most már majdnem 10 millióért kapsz Tesla Model 3-at. Most 11-5 láttam egy Tesla Model 3-at, és mondjuk tavaly meg 15 alatt nem nagyon volt. Tehát ilyen szempontból ez jó, én azt gondolom, hogy a piac az mindig kiegyenlíti. Tehát előbb-utóbb most lehet, hogy fölfelé mennek az árak, meg fog állni, akkor mindenki akciózni fog, le fogják tolni az árat. Lásd Tesla, 4 millió forintot toltak le, és lehet, hogy majd most megemelik, aztán lehet, hogy megint letolják. Nem tudjuk. De nálad hogy csapódik le? A közönségednél? Én mindig igyekszem. azzal, hogy, azzal, hogy elérhetővé válik a villanyautózás, azzal az emberek nyitottabbá válnak erre a tudásra, és nyitnak a villanyautózás felé, vagy vagy pedig eleve hát nem fogom elindítani ezt a videót, mert egész egyszerűen esélyem sincs hmm. egy ilyen autó közelébe kerülni. Szerintem megnézik, mindig be kommentelik, hogy hatalmas segítség a családoknak, ezt se tudjuk megvenni, ez nem átlagembernek való mutasson autót, ami átlagembernek való hándrás, de mindig azokat a videókat nézik, ezt te is tudod, amik a legdrágább autók. Mindig azokat nézik a legtöbben, modellest pled, tavaly SF90-es Ferrari így kicsapta a csártot, 200 ezer fölé ment a megtekintés, a egy viszonylag olcsó autóra, lásd, Volvo XC30 most, 14,5 millió forint, én Több tökre hát. venném, tökre Több venném hát, igen. a fapadosat úgy, ahogy van, adjátok ide, és így viszem mert hogy az egy baromi jó autó lett, még a, még a fullos is ilyen, hogyha nagyoksival megveszed 17-18 környékén, nem kapsz csak Model 3 standard range-et, és itt meg kapsz egy, egy volvo basszus, oké, okay, tudom, hogy kínai, meg gili, meg minden, de ránéztem, és azt mondom, hogy ez kell, és a 14 milliós autónak most nem is tudom, 56-60 ezer a megtekintése, míg a Tesla modelles Plaid a 100 ezer fölött ment simán, pedig ki tudja megvenni, tehát hogy mi sem tudjuk megvenni, 40 de is 54 millió forintos autó. Így van, így van. Kis extra ez de van benne gyorsulás, meg Nissan GTR, meg ki fog nyerni, és nyilván az ilyen, én picit próbálom ezt a szórakoztató tartalmat is csinálni, hogy hogy például a csajoktól meg szoktam kérdezni, hogy hol kapcsolják -e a videóimat, mert 10% női nézőm van, és, és hát... 10%? 10%. Az, az autós tematikában az kifejezetten igen, erős. Igen, jó, de én tudok csinálok házas videót, meg persze, persze. videó, meg kütyű é, videó. Zöld energia. Igen, igen, de, és a csajok mondták, hogy a kilóvatóráknál, meg a kilóvatoknál kapcsolnak el. Tehát én ebből beszélek a legkevesebbet, hogy azt így inkább kifeliratozom, és hogy Inkább csak annyit mondok el, hogy figyelj, nagy aksi van benne, akkora, mint egy Tesla-ban, 100 kWh egyébként, kész, menjünk is tovább, és akkor inkább a hatótáv, hogy milyen, stb., és hogy, hogy egy kicsit ilyen szórakoztatva edukálni az embereket, de ez, ez eddig tök jól működik. Tehát hat ha, éve az, csinál, az edukáció szónak megy. azért van, ennek egy ilyen kis kellemetlen elég íze, ezt hát, is mondtad. Igen, de én, én, akkor is próbálom. Tehát én hiszek abban, képzeld, amikor kapok egy olyan levelet, ami egyébként iszonyatos para, is mindig leizzadok, de hogy ír egy, egy, diák, hogy képzeld, a videódat vetítették az órán. És hogy úristen, hogy kivetítőről nézték az én videómat, amiben akármiről beszélek mindegy. Tehát, hogy van egy ilyen megszakértem playlistem, és abba beszoktam rakni. Most, a most hétvégi videó, az arról fog szólni, hogy a az már szerintem lement, mikor ezt nézik az emberek. Valószínűleg. De hogy, hogy arról szólt akkor, hogy van egy kapcsoló úsában az iPhone-okon, hogy csak akkor töltsön az iPhone, de amikor zöld áramot kap. És hogy ezt igazából nagyon sok mindenre meg tudnánk csinálni, csak nem csináljuk. És hogy tök jó lenne, hogyha például most töltenéd az akkumulátorokat, mikor süt a nap, és hogy mit tudom én, nem Paksról töltenéd, hanem az országos napelem hálózatból, ami éppen ide És hogy szerintem ez egy, ez egy olyan tartalom, amin, hogyha csak itt, amin százan elgondolkoznak, vagy ezen elgondolkoznak, és nem éjszaka fogja feldugni a laptopját, hanem nappal, amikor sok ingyen áramunk van per pillanat. Tehát most több áram van a napból, mint paks. Tehát ez részében, két, két igen, és két gigawatt. Valószínűleg, valószínűleg ezen is a dotáció fog segíteni. Tehát, mm -hmm. hogyha hát te valamilyen, valamilyen előnyben részesülsz azáltal, hogy a zöld így energiára törekszel. Ő mond... Így van, szeretnék majd pont. erről a zöld energiáról beszélgetni, de először egy kicsit beszélgessünk a kezdetekről, mert nagyon a kezdetekről. Azt több interjúban is elmondtad, meg a, az életedről szóló videósorozatban is elmondtad, hogy te viszonylag alacsonyról indult el. Ugye visszatérő toposz, ez a gyári munkásból influencer. Most hagyjuk, hogy az influencer éppen pont nem szereted, de hogy, hogy egy viszonylag nagy társadalmi mobilitásod ment végbe, mert, mert életed egy pontján egy olyan vállalkozó volt el, akinek a boltja milliárdos forgalmat uh -huh. bonyolított. Amikor az emberek korát lép előre, az inkább szüli a komplexusokat és a problémákat önmagában, a világ felé, vagy inkább, vagy inkább segít ezeket megoldani, ledobni szerintem inkább szüli. Tehát, hogy nem is komplexusokat, hanem, hanem ilyen elkeseredettséggel vegyes, ilyen nagyon rossz érzés, meg depressziót, hogy, hogy próbálsz, próbálsz valamit adni mondjuk az embereknek, és cserébe azt kapod vissza, hogy rohadjál meg, segfő, ízés, úgy útjó, stb. Tehát, hogy biztos te is kaptál már életed során rengeteg olyan kommentet, amit csak azért ír, hogy bántson vagy. vagy irigykedik, vagy egyszerűen csak szar napja van, és rajtad ventilálja ki. És ahogy egyre több embert elérsz, meg ahogy egyre több mindenre van rálátásod, és egyre több témát előveszel, meg feszegetsz, annál több ilyet kapsz, és ez nagyon-nagyon rossz érzés. De hát nem tudom, tehát, hogy akkor beszéljünk a kezdetekről, tehát hogy megpróbálom röviden, aki, hogy ne kelljen megnézni az életfajzi sorozatomat, hogy 14 rész lett belőle, és azt, hogy csak azért csináltam, mert volt egy ötlet, és mondom, inkább megcsinálom, mert akkor ezen fogok agyolni, és akkor inkább megcsináltam, és így elmeséltem benne az életemet, és egyébként tök sok fiatalt inspiráltam vele. Nagyon sok levelet kaptam, hogy, hogy ő akkor most elkezd angolul tanulni, szerez másik melót, stb. Nagyon jó levelek jöttek, már azért megérte megcsinálni, de tulajdonképpen én, ahogy mondtad, gyári munkásként kezdtem, meghalt anyukám 13 évesen, és én TF-re mentem volna, egyébként az volt a terv, de annyira leromogattak a jegyém, nyilván minden mással foglalkoztam, és nem a tanulással, hogy nem vettek volna föl sehova, és apám megmondta, hogy fiam, tanuljál szakmát, mert az mindig jól fog jönni, milyen igaza volt egyébként. Most valószínűleg többet keresnék műszerészként, mint influencerként. Az influencer szót, ez jó, mindegy. Tehát, ezt hogy... most nem fogjuk tudni kikerülni. Nem, 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 tehát, hogy youtuberként. És, és akkor megtanultam ezt a műszerészséget, és nagyon jó voltam benne. Tehát én, én, már gyerekkoromban is maximalista volna, mindenben a legjobb akartam lenni. Nem tudom miért, óvodában is már. Tehát, hogy minden versenyt akartam nyerni, futóversenyt, síversenyt, gördeszkeversenyt, mindenben nyerni akartam, és a melóban is nagyon jó akartam lenni és mindenkivel nagyon jóban is voltam, az oktatókkal, tehát ők plusz tanítottak nekem olyan dolgokat, amit mondjuk a többiek leszartak, és nem is akartak tanulni, és inkább elmentek bulizni, meg, meg nem tudom, bandázni, meg csajozni, én, én, én még ott, ott maradtam esztergálni, tanulni a szaki valami még csak következő évben lett volna feladat. És ebből a műszerészségből nőtte ki magát az, hogy lett egy Apple boltom, lett egy motorfényező boltom, volt egy, hát nem ilyen Fasz a műhelyem, de, de hogy motorokat fényeztünk, úgyhogy nem értettem hozzá. Csak így apámnak egyszer segítettem fújkálni valami motorcsónakat, és így megtanultam a fényezést. És és, 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 és hogy ebből a műszeréssekből nőtt ki minden. Az Apple-t például azért szeretem, mert műszerészként látom azt, hogy úristen, nem is a termék az, hogy mennyire durva, hanem az a gép, ami ezt legyártotta. Magadnak akartad megmutatni, vagy a világnak? Hát apámnak, magamnak, mindenkinek. Inkább, leginkább egyébként apámnak akartam megfelelni, mert ő, ő, mindig így hajtott, hogy nem lesz belőled ember, stb. Nagyon sokat veszekedtem vele, 16 évesen már nem laktam otthon. Aztán tehát tök jóba lettünk végül, mert hogy rájött, hogy mégiscsak ember lett belőlem és akkor már volt saját Apple boltom, de, de minden ebből indult ki. Tehát, hogy egyébként az is nagyon érdekes, és az, az életrajzi sorozatban, hogyha most csinálnék egy bónusz epizódot, akkor beletenném, mert akkor ez így nem volt meg talán, de hogy az utóbbi egy évben talán ez így, így, tudatosult bennem, hogy, hogy amikor nekem meghalt anyám a esett be, akkor nekem így más, tehát most egy másik életet élek, mint egyébként élnék, és nem tudom, hogy milyen lenne az az élet. Lehet, hogy egy, Al kez tornatanár lennék, és nem csinálják semmit, nem tudhatjuk, nem tudom, lehet, mert tornatanár akartam lenni, illetve anyám azt szerette volna, de hogy, hogy kicsit olyan érzésed van, tudod, hogy, hogy, így, hogy, hogy, hogy olyan életet élsz, amit nem terveztél, és hogy folyamatosan egy picit így kilógsz ebből az életből, és, és próbálsz valahogy így de, de már rajta vagyok ezen a sínen, és nem tudok elkanyarodni róla. Szoktál még visszanézni, hogy mi lett volna, ha magadban még, még küzdesz ezen, hogy, hogy mi történt volna, hogyha nem történt meg az a baleset? Hát, igen, nagyon durván már nem szoktam ezen gondolkozni, mert már nem tudom többször át gondolni. Nyilván milliószor átbeszéltem apámmal, meg elképzeltem meg, tehát hogy ott voltam a kihallgatáson a rendőrségnél, tehát, így, tehát mindent tudok arra rohadt balesetről. Ez, 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 olyan, mint van egy ismerősöm, a Réka, akinek levágta a lábát a szallakorlát, és most Réka néven fut, és, és úgy éli az életét, hogy neki is történt egy olyan dolog az életében, amiről abszolút nem tehetett, és, és, muszáj élni ezt az életet, és ő is egy olyan autóban ült, ami balesetezett, és hátul ült, és levágta lábát, egy szalakorlát, és, és nem tudsz mit csinálni ezzel. Tehát hiába gondolsz vissza, hogy mi lett volna, hogyha a másik oldalon ül, vagy nekem, hogy mi lett volna, hogyha velük vagyok, mi lett volna, hogyha a másik srác vezetés, vagy mi lett volna, hogy, tehát, hogy igazából teljesen mindegy, nyilván az embernek az agy az jár rajta, de nem tudsz vele mit csinálni. És egyébként az az érdekes, hogy apám jobban hiányzik mostában, mint anyám, mert hogy az már annyira régen volt, és, és hogy apámmal is akkor lettem jóba, mikor már beteg volt, és nem sokkal később meghalt, és, és hogy az gyerekként így lezártam ezt a dolgot, hogy igen, meghalt anyám, csinálni kell, élni kell, nem tudok mit kezdeni vele, nyilván szar volt, és, és sosem fogom elfelejteni, meg, lehet, hogy túltenni se fogom tudni magam rajta, de ettől függetlenül az agyam ezt helyén kezeli, tehát hogy nem hat ki a mindennapjaimra. Érdekes, amit mondasz, mert ugye nézve ezt a sorozatot, nagyon sokszor éreztem azt, hogy a traumákat, amiket elmeséltél, amellett mindig hozzátetted, hogy de nagyon szép gyerekkorom volt. Uh -huh. hogy hogy meséltél anyukád haláláról, a balesetről, utána, hogy apukáddal ez a kapcsolat ilyen abuzi, abuzívba fordult, aztán, hogy, aztán, hogy ugye az, az alapélmény a szegénység, hogy, és mindig hozzátetted, hogy de szép gyerekem volt, ez egyfajta, szép gyerekkorom volt, hogy ez egyfajta önigazolás, önfelmentés, vagy most, ha így visszanézel őszintén, akkor ezt még mindig tartod? Nem, ez tök őszintén azt gondolom, hogy iszonyatosan jó gyerekkorom volt. 13 éves koromig mindenféleképpen, Ennek, tehát így kaptam egy-két fülest anyámtól is egyébként, nem csak apámtól, de ilyen, szerintem az, a 80 es években ez tökre nem volt gáz, tehát még az osztályfőnöktől is kaptunk meg, kaptunk körmöst meg, tehát hogy mindent kaptunk most már, tökre nincs ez, nagyon pici és szerintem túlságosan átfordult, és most már akkor sem kap egy kokit a gyerek, amikor viszont rohadtul ráférni, és más nem használna, de ne, ne menjünk bele be most lettél lapuka meg minden, majd tíz év múlva beszélgetünk erről. É, én a, én nagyon-nagyon imádtam azt a gyerekkort. Gyerekként is tudtam, hogy ez most nekem nagyon jó, ezt, hogy motorcsónakkal mentünk nyaralni két hetekre, sátorba, lakatlan szigetre. Azt csináltunk, amit akartunk egész nyáron, és szerintem most rengeteg gyereknek sokkal-sokkal szarabb a gyerekkora. Utána, hogy meghalt anyám, utána pont nem volt annyira fán a gyerekkorom, de de tudod, egy gyerek így túlteszi magát rajta, és azért mégiscsak nem volt rossz, tehát, hogy nagyon sok barátom volt, nagyon sokan segítettek, idősebbek, fiatalok, mindig volt hol lakjam. Akkor is, amikor apám összevesztem, én akartam vele összeveszni, mert lázadó tini voltam, és azt mondta, hogy már pedig nem fogja nekem megmondani, hogy mit csináljak. És akkor barátoknál laktam, Rákos Csabán, Csepel szigeten, itt-ott, baromi jó volt. Szerintem a mai gyerekeknek ez, ez, így nem adatik most meg. Én, én nagyon szeretném, hogy ezt megtudják, hogy milyen. Egy visszatérő alapélményed, a Duna. Uh -huh. meg a Duna part. Itt vagyunk, most is itt vagyunk. Most is itt vagyunk, így van, de amúgy kiköltöztél a Pilisbe, uh -huh. Csobánkára. Nem hiányzik? Vagy, vagy szokta, szoktad még ezt megélni, vagy, vagy ahogy az ember öregszik, azért ezt így el tudja engedni? Jól mondod, az ember öregszik, így el tud engedni, és inkább a nyugalom miatt költöztem ki. Egyébként volt olyan termés, hogy úszájra költözök ide a Dunára, ide konkrétan, erre, itt a sziget mellé, de elkezdtem utána nézni, hogy írtozatos pénzbe kerül a maga az, hogy kiköthess egy ilyen hajót, hogy az becsatornázat, hogy áramot vigyél oda, plusz, plusz mag egy hajót felépíteni. Hollandiában ugye rengeteg Amsterdam el. hát láttam ezt, és hogy amikor kim voltam, hogy sajtóúton pont azt néztem, hát én laknék egy ilyen hajón, az is terve volt. A, a, Csobánkai ház az teljesen véletlenül jött, és igazából szőrén el tudtam cserélni egy félkész házra az itteni lakásomat, ami 54 négyzetméter volt, ebből méter, 90 négyzetméter, 500 négyzetméteres kerttel, az, figyelj, az nem volt kérdés, hogy ezt meg Erről kell még majd később szeretnék beszélni, erről a, volt egy komoly váltás az életedben. De most még egy kicsit arról, hogy azzal, hogy elindultál a vállalkozói lét felé, ez egy teljesen tudatos döntés volt, vagy egész egyszerűen a körülmények és a lehetőségek sodortak erre? tudatos volt, leginkább sok helyen dolgoztam, maszeknál is, meg dolgoztam Virtual ilyen CD-kölcsönzőben, csináltam részbútorokat, dolgoztam a gyárban, dolgoztam a Szigeten, sörcsapoltam, Guinness sört egyébként, és, és, így azt is imádtam, az is egy baromi jó meló volt, tehát elég sok mindent csináltam, és, és egyszer jött az a pont, hogy, hogy minden azt láttam, hogy azt főnök ilyen hülyeséget csinálsz, mennyivel jobban csinálnám. Mindig volt egy ilyen érzésem. Nyilván nem. Tehát, hogy most már így visszagondolva, azért ez persze kívülről könnyű látni, hogy ó, hát ezt sokkal jobban csinálnám. Lépte nyomon, ahogy beszélsz, a retorikádból kiütközik egy ilyen brutál önbizalom, egy ilyen, egy ilyen erősebb egónak a megléte. Ez már akkor is megvolt, vagy ezt így az évekkel növesztetted magadra? Hát, figyelj, szerintem ez onnan, jó, hogy én nagyon-nagyon rossz gyerek voltam és szerintem, hogyha rossz vagy, akkor van önbizalmad is, hiszen nem verekedtem különösebben, tehát nem úgy voltam rossz, hanem inkább ilyen csíntevésekben benne voltam. Tehát ha apám azt mondta, hogy nem szeret a pecásokat, mert ugye azok, hogy a stégen pecáztak és zavarták a motorcsónakosokat és ekkora tábla volt, hogy ne pecázz el a stégen, és így apám rohadt utálta őket ezért mert nem tudod kikötni tőlük, és hogy volt, hogy mondta, ekkora voltam, és hogy itt egy ötvenes, hogyha ugrálsz a stégen a pecás mögött. És mentem, és ugráltam egy 50 a stégen, de hogy az oviban is, az iskolában is, meg, meg mindig ilyen, ilyen rossz gyerek voltam, és hogy tábortüzet raktunk, és durogtattuk a palackokat, és hogy tényleg mindenben benne volt, ami rossz volt. És hogy szerintem az így jön, az önbizalom, illetve szerintem, ha nincs önbizalomad, akkor nagyon-nagyon rosszul jársz. És hogy kell, hogy tudd, hogy miben vagy jó, és hogyha tudod, hogy miben vagy jó, nem kell mindenben jól lenni, de tudod, hogy jó vagy, az, az ad önbizalmat. Tehát én tudtam, hogy például rohadt jó műszerész tudnék lenni most is, tehát hogy valószínűleg így nagyon gyorsan visszajönne, tudok reszelni egy kalapácsot, tehát adsz egy satupadot, meg egy vasat, én most megcsinálok meg egy kalapácsot, és gyönyörű lesz, tehát hogy fel is porol, polírozom le, és krómozzuk, ha akarod. Hengerfejezni nem tudsz? Azt nem hogy... tudok. Egy, egyébként csináltunk, hengerfejeztünk is apámmal, mert egyszer megfőztük a 45 lovas tehát én akkor szerettem, be így a, szerettem bele a, a Hát akkor még nem az autókban, nem így a, a motorokban, mert hogy számomra az, hogy a dugattyúk így jönnek-mennek, és hogy az ott nem sül meg, és hogy egyáltalán ilyen erőt át tud adni, és nem hajlik el semmi, és hogy működik az egész, az egy ilyen mérnöki zseniajtás most is nagyon szeretem a B8-ast, meg a ferrari meg a, hát a pont nem, de a ferrari igen. De, és csak, csak közben nagyon szeretem az újdonságot is, az elektromos autózást azért szeretem, mert ott, ott meg a villanymotor az a magic, hogy ott a nullára nyom a és hogy fogod a 8000-szer és mész vele gyorsabban, mint a GTR Venom, és hogy kettő alatt vagy százon vele, tehát hogy mindent tudok szeretni valamiért, hogyha adsz hidrogén átot, azt is lelkesen szeretni fogom, csak azt másért meg nem hiszek benne, de, ez egy más kérdés. Szerintem az önbizalom az jó dolog. Neked, neked, is biztos, hogy van sok önbizalom, mert meg kellene nem állnál kamera elé. Szerintem. Ez egy állandó küzdés, hogy nekem kell a kamera előtt de majd ez erről nekem, később. is, ez nekem is, de kell, mert, mert hogy ott vannak a visszaigazolások, amik megmutatják, hogy igenis kell. De hogyha van önbizalmad, akkor szükséged van az önigazolásra? Bocsánat, ha van, ha van önbizalmad, akkor szükséged van a visszaigazolásra? Tehát, hogyha az ember igazán rendben van magával, akkor én nem gondolnám, hogy ezt egy uh, Johnny Corvette 823 kommentelőnek kéne neki megadnia. Igen, de olyan emberektől is kapok a visszaigazást, akiket ismerek, vagy, vagy előbb-utóbb találkozok velük az utcán, és szerintem, pont tudod, miért kell A, a sok szar miatt. Tehát, hogy annyi szart kapsz, hogyha, hogyha egy minden kommentet elolvasod. De ha nem állsz elé, nem kapsz szart? Hát uh, igen, de akkor nincs visszajelzésed, hogy, hogy jó, mit csinálsz, és, és, mindig, tehát én szeretem, szeretem, hogyha van kritika. Nem azt, nagyon sokan összekeverik a savazást a kritikával. Tehát, hogyha azt mondják, hogy milyen kis alacsony kapasz, köcsög vagy, az nem kritika, az egy ilyen savazás, és te nem ad hozzá semmit a, a videómhoz. Viszont, hogyha valaki azt mondja, például múltkor, csak egy ilyen nagyon egyszerű dolog volt, hogy Ionic 6-ot teszteltünk Model 3-mal, és a, a Model 3-nak kisebb volt a régási együtthatója, az Ionic, nem, az volt kisebb, viszont én azt hittem, hogy azt fog veszíteni, mert a sokkal nagyobb autós az több szelettól, mert több négyzetméter. És csak volt egy komment, hogy azt feltette de hándrás, hogy ez hosszabb, és az jó tesz a légálásnak. És így, így és hogy nem jutott eszembe, már, hogy nem, nem foglalkoztam ezzel, nem gondoltam át. Meg, tehát, hogy ez egy külön tudomány. Igen, 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 és hogy nem vagyok egyáltalán ilyen izé repülőgép mérnök. És ez a komment, ez, hogy valaki bekommentelt, hogy azonnal hogy összeraktam, igen, tényleg, és a szán is olyan hosszabb, és akkor úgy jön le, és akkor, hogyha kocka, akkor az ilyen, és hogy így összerakod, és egy-egy ilyen kommentből rengeteget lehet tanulni, vagy vagy csak az, hogy mik a tapasztalataik. Tehát nagyon sokan megírják, hogy neki mit tudom én, ezzel vagy azzal az autóval ő ezt érezte, ama azt, és akkor arra a legközelebb odafigyel az ember. Szerintem ezek jók. Tehát én, én, minden kommentet elolvasok, sajnos. Valaki egyáltalán nem. Te olvasod a kommenteket? Szerintem te olvasod. Néha, nem mindig, de szerintem te Mikor, hogy, Amikor szerelem projekt van, ugye van, vannak olyan projektek, amiket azért csinálunk meg, mert közhasznú és érdekes, vagy mert sok emberhez el fog jutni, ott annyira nem, amikor valami szerelem projekt, és azért csinálom, mert őszintén hiszek benne, és érdekel, és szeretem ott igen. De... És, és az megvan, vagy, amikor, tehát hogy mindent beraksz egy videóba, tök mindegy, de hogy így van a videó, hogy mondjuk ezt fölvesszük itt, nem tudom, egy két óra alatt, megvágni mondjuk két óra, hogyha nem akarod nagyon vagdalni, és hogy ez egy ilyen négy-öt óra melóval meg lehet csinálni, meg van olyan autós videó neked is, amivel visszamentél még másnap, még leforgattad, még ezt is, még a vágással napokig tököltél, és hogy egyrészt nem azokat nézik sokan, és, és arra jönnek a legnagyobb ilyen bunkó kommentek, hogy megkoroszol, meg de ilyes, de, és ez nagyon rossz de érzés. Megvan, megvan, csak benned most egy picit azt érzem, hogy valahogy mindig a negatív oldalát domborított. ki. Én ilyen nagyon pessimista csáv vagyok. Ez, ez, ezért, ak, ezért akartam tovább menni a kommentelőkre alapvetően, hogy ahogy te is elmondtad, hogy tényleg nagyon hatékonyan tartod a kapcsolatot a kommentelőkkel, és nem csak a saját felületed id alatt, hanem hogyha Facebook csoportban más videója alatt felmerül a neved, akkor akkor te akár ott én is beladok. válaszolsz kommentet. Hűfán. Ültetett autósok, smoke and sár, Rohadjanak meg Váyi and and Pista, Viccelek. hogy ezek, ezeken a konfliktusokon... Várjál, a Pistában nem én álltam bele, ő állt belém. Ő kezdte buzizni, én csak visszaszóltam, mert kicsit unalmas. Pont ezt akartam kérdezni tehát, tőled, hogy visszaszólsz. Mit vársz a visszaszólástól, hogy látsz, hogy azért szólsz vissza, mert egy reális esélyt látsz egy kultúrát vita kialakulására, nem. vagy a hírverés mozgat, nem, ami nem, terelődik nem, feléd? Nem. Mit vársz te ettől? Egyszerűen csak nagyon nagy az igazságérzetem, és gyűlöl akkor tehát hogyha valaki beírja, hogy mennyi pénzt kaptál, én válaszolok neked semennyit a gyökér, mert felidegesít, hogy mert ha pénzt kapnék, akkor megmondanám, hogy pénzt kaptam érte, és ennek megfelelően a videót. De így, amikor így lehazugoznak, hogy miért hazudsz meg, mennyit lefizettek meg, a, amit csináltam a Debreceni Akkódjáról, az volt a legviccesebb, azon mondjuk röhögtem, mert hogy voltam Soros Bérenc is, meg Neres is, tehát hogy mind, meg is, meg, meg, Orbánfal, meg ott, ott mondom, akkor jó középről sikerült ezt a videót megcsinálni, hogy minden voltam, és attól függ, hogy mennyire nézték végig, ugye, hogyha végignézték, akkor tudták, hogy akkor, hát, finoman szólva sem vagyok fideszes, de aki csak feléig nézte, az meg az, hát, ez mellette van, az a kutyának, rohadjon meg, és ugye ezeket kaptam, de egyszerűen tehát, hogy a Pistával például azért mentem be ebbe a Facebookos csörtébe, egyrészt, mert odaírt az oldalra, és, így, tehát, és így, ha nem válaszolok, akkor olyan, mint hogy megfutamodnék, és igazat adok neki. Másrészt, ő, én nagyon bírom a Pistát, meg egy nagyon okos, meg intelligens csávónak tartom, és nem százszor jobban ért az autókhoz is, meg sem mondjuk a villanyautókhoz én értek jobban szerintem. De, hogy az cseszett föl a Pistával, hogy élőadásra nem láttam, átküldték, e mail volt, azt hiszem az egyik, aki átküldte, hogy hát, hogy ilyen burkoltan így melegezett a Pista, ami egyrészt tehát, ha az lennék, akkor, és akkor mi van? Másrészt nem vagyok az. Amit, tehát akkor miért mondja a plusz? Nem is az a legnagyobb baj, hanem Magyarországon ez a buzizás, a melegezés, ez egy szitok szó lett, és aki ezt mondja, az azért mondja, mert ő olyan, mintha azt mondaná, hogy te nem vagy ember, hogy te egy féreg vagy. És, és engem meg ne férgezzen le senki, mert hogy, meg, tehát hogy ne, ne savazzon ok nélkül. Mondom, ha meleg lennék, akkor nyugodtan hagynám, hogy melegezzenek, akkor, se örülnék, mert akkor is azért egy ilyen férgezés lenne benne, de hogy akkor legalább lenne valóság tartom, de így, hogy nincsen, ez így nagyon kellemetlenek tartottam. ezt akartam kérdezni, hogy alapvetően most az, hogy ha valaki beszól, hogy alacsony vagy, hogy miért ilyen a hajad, hogy miért a lányokat szereted, miért nem a lányokat szereted, hogy ezek szerintem huszadrangú dolgok mondjuk egy akkumulátorgyárhoz képest? Hogy miért, tesz állsz bele mégis ugyanakkor a vehemenciával? Nem tudom, én Hiúsa vagyok. Hiúságból nem, fakad? Nem, nem De nem tudom. érzed úgy, hogy ezzel, tudod, haragban lenni valakival az olyan, mintha hogy a bevennéd a mérget, és azt várnád, hogy ő halljon meg. De nem ezt csinálod tulajdonképpen a kommentekkel? Három lehetőség van. Vagy nem olvasol egyáltalán kommenteket, akkor nulla visszajelzésed lesz. Csak a, csak a view számot fogod látni, de hát ugye a szart is tudják sokan nézni. Tehát nekem, nekem kell a visszajelzés, én ezért olvasom a kommenteket. A másik, hogy nem válaszolsz, de akkor senkinek nem válaszolsz, vagy csak, hát nem tudom, tehát lehet azt is, hogy csak a jófejnek válaszolsz, de mivel én, én nem vagyok olyan, hogy ki tudjam zárni sok szart, tehát hogy egy ideig kizárom, és amikor az 1500-at olvasom, akkor így felkúrom magam, és elküldöm az anyjába, és ezért ezt nem csinálom, hanem inkább apránként mindenkit elküldök a picsába. Nem félsz, hogy ennek lesz valami hosszú távú, nagyon káros hatása? Gondolok egyrészt arra, hogy hogy ha lemész ezeknek az embereknek a szintjére, akkor egy leszel közülük, a másik meg, hogy kapsz egy gyomorfekét és feldobod a pacskét. Már volt gyomorfeké 16 évesen, ha akkor túléltem és tudtam kezelni, akkor épp az apám miatt volt egyébként, mert féltem hazamenni, mert kurva szarú volt, és nem tudtam, hogy most fog éppen, vagy jó fej lesz és kedves lesz, szóval 16 évesen volt már gyomorfekéjem, most is rohadt stresszes az életem, de szerintem nagyon sok ember, aki téged vagy engem savaz, vagy a tartalomgyártókat, vagy egy színészt, vagy egy sportolót, vagy bárkit, Lászl a Szilárdnál, minek ment oda kommentek, én ezen kúrtam föl magam a legutóbb nagyon-nagyon. Az, az enyém az már csak egy ilyen volt. De hogy ezek az emberek rajtad vetítik ki a frusztráltságukat. És, és hogyha én ezt hagyom, akkor, akkor így lehet, hogy egyébként elkopnak, de próbáltam ezt is, és nem és utána én leszek ettől frusztrált, mert hogy minden egyes ilyen szemét komment nekem egy tűszúrás az agyamban, amit nagyon sokáig elviselek, de ez felgyűlik, és, és a hat év alatt, meg, meg amióta bloggolok, 15 éve bloggolok, mindig észrevettem ezt, hogy én egy olyan lelkületű ember vagyok, hogy egy, ezt hagyom, és így oké, okay, nevetünk rajta, meg ha ja, persze, jó, hát kopasz hozzá, kit érdekel, ami egyébként szerintem továbbra is nagyon vicces, hogy valaki beír, hogy kopasz, vagyok, tudom, az meg belenézek a tükörbe, és pontosan tudom, és, és akkor mi van? A, azért a George Clooney az tök jó sármosan néz ki, hajjal, Bruce Willis meg haj nélkül is ugyanolyan jó sármosan néz ki, és, és hogy én, én is frusztrál teszek És én inkább így, így egyből visszaválaszok neki, meg hogy ne érezze azt, hogy bármit megtetsz. Szerintem ezeknek az embereknek így meg kell tanítani, hogy nem szólhatsz be bárkinek, sem az utcán, sem kommentbe. Ugyanaz. De nem, nem érzed azt, hogy, hogy ez csak mélyíti a szakadékot? Tehát az igazad bizonygatása, nem tudom. eteted a trollot. E, bocsán, tudom, eteted jó, a trollt, ez igen, a régi de... kifejezés, hogy ezzel igazából csak elmélyíted a, a konfliktust. Ahelyett, a... hogy csöndben megnyomod a... Bangombot, majd utána Hörpintesz a kávétból és mész tovább? Most ezt sem. Van egy ö, csoport, voltunk gokártozni, Imelda van benne, meg még, még páran Sámán, és ott beszélgettünk, meg ö, Zsolti van benne, mindegy. Tehát hogy ott beszélgettünk, és amikor volt ez a kiakadásom, akkor ők mondták, hogy a totálkáron az volt a megoldás, hogy a, a, ki volt a, a régi új videós, aki hogy hívják el, felejtettem itt nagyon szar a lémem úriám, aki régen is vágott, meg videózott. És, Iván Robi, Roberto. Azt, azt, igen, Roberto, azt hiszem ő, ő fogta, és így kigyomlálta visszamenőleg az, ilyen bun az összes bunkót, kibannolta és lett is egy relatíve kultúrát kommentálni. van, én most ezt csinálom. Tehát, hogy idáig tartott, tehát, hogy most már én is elszálltam, és elszállt az agyam, és így tényleg minősítetetlenül beszéltem, elismerem, ismerem, de hogy pontosan tudom, hogy azért tettem, mert egyszerűen annyira felkúrtak, hogy ha azt nem adom ki, akkor lehet, hogy főmélyek az oszolyra, és így kinyírom magam, mert egyszerűen így, tehát a frusztráltságot szerintem ki kell adni, így vagy úgy, és vagy elmész biciklizni, de ez nekem nem segített ezt. volna, úgyhogy üvöltöztem egyet azokkal a nézőimmel live-ba, akik egyébként ott kurvanyáztak engem. Erről majd később ki De térni. de hogy, Igen. Hogy, hogy most én is ezt csinálom egyébként, hogy amint a legminimálisabb beszólás kibanolom. Tudod, mi, mi történik ilyenkor? Úgy szétkúr az algoritmus, és úgy esik vissza a nézettség, hogy öröm nézni, de ha csak figyelj, tehát hogy eddig bírtam, tehát húsz évig bírtam ezt a savazást, vagy most oda jön, beírja, hogy nem tudom, kopasz, már dss, beírja, hogy meleg, dss, beírja, hogy bazd meg dss, megy, repül. A te személyed körüli nem is tudom, mi a jó szó megosztottság, amit a tartalomfogyasztók akár akik kedvelnek, akár akik nem kedvelnek, éreznek. Az szerinted miből fakad? Mert mi, miért? A, a te megosztottságod miből fogadtad? Hány? Én tudom, én a totálkáros kommenteket is fakad. Én tudom, hogy miből fakad, Ne hallgathatatlan az orgánumom, de hogy. de ez fasság, tehát hogy én teljesen jól elhallgatlak, és hogy volt valami Audis videó, itt a baszoltatok, vagy, és itt tökre megnéztem, és hogy tökre érdekelt, és kíváncsi voltam. Ezek, ezek mi, ezek, ezek szavazások, ezek azért írták, amit írtak, hogy téged bántsanak. Ne nézzet, tehát én mindig ezt mondom, hogy nem bírt téged, vagy engem hallgatni vagy a Pistát, vagy a Karotet, tök, minden, mindenkiről olvasom azt a szart, amit magamról, mindenkiről. Tehát én lát, más fórumokat is szoktam nézni, más kommenteket, és hogy ne nézd bazd meg, ilyen rohadt tetsző, ez De, büld, de, büld, de ha nézzem. azt mondod, hogy ne nézd bazd meg, magadnak nem tudod azt mondani, hogy ne nézd be meg a kommenteket. akkor nem látom a jókat se. Tehát mindig ide, ide adunk ki, hogy akkor nem látod azt, ami, előtt a ehhez az egészhez, hogy fölkeljél hajnal kettőkor, kimenjél reptére, leforgassod egyedül, megvágjad másnapra, és hogy hogy, vagy, hogy, vagy hogy ide hulla mert egyébként ugye a macskám beteg, és nem alszom három napja, és hogyha van gyereked, akkor pontosan nem tudod, hogy milyen így aggódni egy, egy ilyen kis élőlényért, hogy hiába csak egy macska nekem olyan, mint hogy gyerekem lenne, és hogy, hogy ez a erőt, hogy, hogy hát, ha most is itt tudunk mondani, csak, csak öt embernek valami tanulságot ebből az egészből ki tudunk hozni, hogy fi, nem tanulj többet, meg tanulj angolul, és hogy jobb lesz az életed, és ne legyél influencer, <laughs> ingyen kapsz autókat, meg drogokat, de ne legyél influencer, mert rohadt stresszes. De tehát, hogyha bármit ebből tudunk kihozni, ami jó, akkor, akkor megéri csinálni, és ahhoz kell a jót is olvasni. Négy éve abban a több részes sorozatban elmesélted. Tulajdonképpen töviről hegyire biztos voltak olyan dolgok, amiket megtartottál magadnak, de hogy ez egy ilyen nagyon személyes kitárulkozás volt, ilyen meglehetősen intim dolgokat mondta, amiket az ember nem szívesen ad közre. Ezzel tulajdonképpen rengeteg muníciót adtál Azoknak, akik bántani akarnak. Hát csak nem figyeltek oda. Könnyebb lett az életed, hogy ezt megosztottad, vagy azóta inkább bánod? A, ez a sorozat, ez semmit nem változtatott igazából az életedben. Nem, nem, nem érezted azt utána, hogy fújt el egyet, hogy de jó volt ezt elmondani? A, nem, tehát hogy igazából így közben így jó volt, hogy így fú, de jó, így, és meg így rájöttem én összefüggésre, de nem volt ennyire nagy releváció, ezt én csak azért akartam megcsinálni, mert volt egy ötlet, és hogy le akartam tudni, mert ha nem csinálom meg, akkor ott még mai napig cseszni az agyom, hogy meg kéne csinálni. Van egy csomó én ötletem, és általában megcsinálom, aztán úgy voltam vele, hogy vagy nagyon szar lesz, vagy senki nem fogja nézni, azt nem akartam, hogy mit tudom én, az RTL sorozatot csináljam belőle, vagy a Netflix, az, túlzásnak tartottam volna, de ez így pont jó volt. Hogy, hogy adtam valamit az embereknek, ami szerintem rohadt őszinte volt. És nekem csak ez volt a célom, hogy azért volt intin is, mert hogyha őszinte vagy, akkor muszáj elmondani mindent, a szart is el kellett mondani, meg a jót is. És, és én ilyen őszinte csávolok. vagyok. Valószínűleg ezért is vagyok megosztó. És, és egyébként nagyon vicces, hogy pont most egy, egy hölgy ismerősömmel beszélgettem, hogy a hát ugye ebből a sorozatból kiszednek infókat, hogy mennyi hitel van a házamon, és hogy már nem figyelt ezen a házon, már nincsen hitel, előtte volt a lakásomon, ezt kifizettem az adott autómból, és hogy rengeteg infót így, tehát ezek az emberek, akik utálnak, megnézik ezt a sorozatot, hogy minden info meglegyen, hogy beszólhassanak. És nem, azt durva. hallják meg, amit meg akarnak Igen, elleni. igen, és, és a, ez a lány mondta, hogy, hogy ő, ő is elolvasta ezeket a kommenteket, ilyen több száz, több ezer komment van már Redditen, és tele baromsággal, és hogy mennyire durván másnak látnak. Tehát ott egy sorozat, ebben tök őszinte voltam, de ő ugye nem fogja fel az egészet, meg itt csak a felét hallja meg, csak azt, amit akar, és hogy nagyon vicces, hogy teljesen más embernek látnak, mint amilyen valójában vagyok nem tudom miért. Tehát, hogy nyilván a videóban van egy ilyen felvett tartom, neked is, nekem is, tehát szoktunk találkozni, az erdőben múltkor találkozunk biciklivel, tök más, hogy beszélgetünk, mint egy videón, mert a videón, hogy egy profi tartalmat akar csinálni az ember, akkor szerintem ezt úgy kell csinálni, és az, az kell egy ilyen, ne, nincs őzés, meg nincs semmi, azt kivágjuk, meg ízé, minden folyik, mindenki mondja, hogy milyen jó beszélünk, hát, de nem, tehát, hogy nyilván nem, csak így meg van vágva. És az egy profi tartalom, az életben tök mások vagyunk, de én, én mindig azt szoktam mondani, hogy figyelj, az is én vagyok, ez is én vagyok, tehát hogy nézen meg, aztán igazából nem tök mindegy. Nem tök mindegy, hogy egy, hogy egy olyan embernek mik vagyunk, te vagy én, vagy bárki, akik nem ismernek személyesen. Tehát Szerintem én csak ezt a úgy egy picit túldimensionáljuk, mert az ember nyilván kívülről és belül is igyekszik figyelni az életét, és azoknak az embereknek, akik megnézik ezeket a videókat, inkább a téma számít, egy nagyon kis része szerintem az embereknek az, aki valóban a személyiségedre kíváncsi, mert, mert valljuk be, tehát, hogy sokkal érdekesebb egy modellesz pled, mint hogy te vagy én, hogy nőttünk fel. Igen, de mivel, tehát nekem az egész Apple boltom arra épült, hogy hiteles vagyok, és hogy például... Personal branding. Igen, tehát, hogy, tehát én azt gondoltam, hogy hogy ha egy céget csinálok, akkor, én nem fog átverni senkit, mert a hosszú távon gondolkozva az, az hülyeség. Tehát, hogy átversz valakit, az nem fog bevőket küldeni, az ilyen le fog rételni, akkor még nem volt Google, meg ilyen csillagozás, de hogy akkor nem fog küldeni vevőt. És, és, nekem milliószor volt olyan, hogy bejött valaki, 1 millió 500 a zsebébe, hogy ő most venne egy, mondjuk egy 17-es megbuprót, és nem adtam el neki. Megkérdeztem, mire fogod használni, elmondta, mondta, hogy neved meg, nem fogsz neki örülni, nem fogod élvezni. Képzeld egy autókereskedőt, aki nem ad el autót valakinek, mert oda megy Pistike, és hogy egy impulzus vásárlásból venne valami, nem tudom, M3-as BMW-t, és láthatóan nem teheti meg, és két gyereke van, és azokat kéne húcibálni iskolában, meg anyunak is kéne használni az autót, és te kereskedőként azt fi, ne ezt fedd meg, itt van egy sokkal olcsóbban, vedd meg ezt, és ezzel jobban fogsz járni. Ezt nagyon kevesen csinálják, de én mindig így csináltam. És a videókat is így csinálom, és a személyiség azért tartozik hozzá, mert hogy nagyon sokan azért engem néznek, és azért kíváncsiak a véleményemre, pont azért, mert én mondom. Mert a specifikációkat azt meg tudja nézni a websájton, és meg, meg tudja nézni az amerikai Model S videókat is, de arra kíváncsi, hogy a Hándrás mit gondol arról a cucról, mert hogy neki tehát ő már húsz éve ismer, miattam vette az Apple termékeit, az iPhone-ját, a macbook Pro-ját, és sosem csalódott, vagy a rollerjét, vagy tök mindegy, tehát a fűnyíróját, a bármit mondhatnék, amiket én is megveszek. És, és ő autót is azért akar venni miattam, mert hogy ő, ő, ő elhiszi nekem, hogy ez jó vagy rossz. Sok tartalom gyártónál látni azt a fajta hozzáállást, főleg mondjuk fiatalabbaknál, akik kevésbé tapasztaltak, hogy bizonyos témákhoz nem vagy nem szívesen nyúlnak, mert attól tartanak, hogy mit szól majd a közönség. Te is mondtad, hogy nagyon-nagyon fontos neked a visszajelzés, de összességében mekkora jelentősége van annak, hogy mit szól a közönség? Hát most így százalékosan ezt nem tudnám megmondani. Ugye ez nagyon vicces, mert pont. Ne az üzleti oldalat nézzük. Ne, nem, nem Tehát, üzleti oldal. Amit az elején mondtál, hogy a szerelem tartalom, a közhasznú tartalom. De hogy. Valóban, valóban ennyire számít, amit a kommentelő mond? Nem. Valóban nem, ennyire nem, fontos nem, a visszajelzés? Nem, annyira nem, mert például azt sosem mondhatják meg, hogy mit csinálják, vagy mit ne csinálják. Sőt, ha azt mondják, hogy ne csinálják, valamit, annál inkább csinálják. Például minden videóban belemondom, hogy mindent is. Mert mindig beszokták, hogy nem mondjad már, mert nincsen ilyen szóbelizései. Én úgy érzem, hogy ez ilyen, tehát basszus. Tehát annál inkább mondom, mert nem mondja meg nekem a néző, hogy mit csináljak, vagy mit ne csináljak, mit, mit vegyek föl, mit ne vegyek föl, mert basszus, én adok egy tartalmat, amit én a maximalizmusommal megcsinálok a lehető legjobban. És hogyha utána ezt ennyit tud mondani, hogy ne mondjam ezt, vagy azt, vagy ne viseljem ezt a ruhát, vagy ne vezessek így, vagy úgy, akár, okay, erre én nem vagyok kíváncsi. Tehát ez nálam így pont a fordítotja, Hogyha valaki bemondja, hogy nem mondjam azt, hogy instant get, mert ez nem magyar szó, akkor a következő videóban is elmondom. Valahogy beleszövöm, csak azért, hogy őt idegesítsem. Nekem ezek ilyen mini kis harcok. Én, én így próbálom, hogy... És akkor csodálkozol azon, hogy milyenek a kommenterek. <laughs> Igen, de hogy, de hogy most gondolj be, hogyha becsicskulnál mindenkinek, a nézőknek. Tehát én pont, pont azért ugatok vissza. Én, én mindig úgy beszélek a nézőkkel, hogyha savaz, igaz, hogy ő azt hiszi, hogy kritika, de nem, tehát savasz. én azonnal elküldöm a rákba, ugyanabban a stílusban beülír, vagy keményebben, ezért is szoktam kapni, hogy de hogy tök normálisan mondtam, és csak idézek három szót neki, hogy de azzal kezdted, hogy te kopasz, hülye gyerek. Érted? És hogy tő, része se veszi ezeket a kis apróságokat, amiből én nekem csak egy savazás lesz az a komment, én ezeket elküldöm, mert azt gondolom, hogy ha ide jövök, és bejövök ide, ha mi az a szar műhely, akkor jogosan küld az anyámba. És nem megyünk be így valahova, te, te beengeded a nézőt a kis kertedbe akár szó szerint is a házamnak a kertjébe. De, de nem azért engedlek be, hogy utána a szart hallgassam tőled. Figyelj, ha nem tetszik a kertem, akkor fordulj sarkra, és menj ki. Integess, és csás, többet ne gyere vissza. És hogy én ilyen vagyok. Figyelj, én annyi tartalmat néztem már a neten, ahova nem mentem vissza, mert úgy éreztem, hogy ez nem jó tartalom, nem érdekel, de nem, nem kommenteltem, be, hogy ha mekkora szar kopos kis izé. Érted? Hogy, bekommentelhetnék az új top csapatnak is, hogy milyen szarok vagytok, a Jeremyék sokkal jobbak. De engem, nem, nem, nézem. Chris nézem, az újakat meg nem nézem. Nem nézem a top gear, nézem a Grand tour igaz, sokkal kevesebb van belőle. És szerintem az annyira egyszerű. Szerintem 2023-ban nem mehetünk el a politika mellett. Tehát, hogy egy eléggé polarizált társadalomban érünk most ennek az okait, hogy nem érdemes kifejteni, mert messzire visz. De te markánsan felszoktad vállalni a véleményedet, akár orosz-ukrán háború, akár hmm. katatörvény, nyilván az érintettség miatt is, akár. De hogy most hasamröjtök és azt mondom, hogy Magyarország fele jobboldali, fele baloldali beállítottságú, át szoktad ilyenkor gondolni, hogy esetleg követőket veszítesz, vagy esetleg olyan követőket nyersz, akiket nem feltétlenül akarsz magad mellett tudni. Szóval, hogy, hogy ö, ö, ennek a felvállalása ez szerinted inkább? Előnyös vagy hátrányos tartalomgyártóként? Nyilván veszítek követőket, fideszes követőket nyilván, de tényleg, tehát hogy ezt így, én annól, amikor a, volt valamik választás, ott is a blogomnál írtam, hogy a, a Mikola kiakasztott, valamit mondott, már nem emlékszem, de valamilyen körmösökről beszélt, és ilyen nagyon ilyen náci duma volt, és nagyon kiakadtam, és csináltam egy blogposztot, nagyon sokan beírták, hogy ennyi volt, ő többet nem vásárol nálam, majd a konkurenciához. És így mindegyiknek csak annyit válaszoltam, honnan tudod, hogy a konkurencia nem ugyanezt gondolja. Én csak kimondom, amit gondolok, és szerintem az, hogy hogyan adok el egy Apple terméket, meg hogy hogyan vélekedek a politikáról, az szóval teljesen különböző dolog. Tehát, hogyha én akarok egy terméket venni, nekem aztán olyan tök mindegy, hogy ő hova szavazott. Én pont leszem, hogyha azt a terméket ő nekem jól el tudja adni. Vagy, vagy, egy komikus, aki jól tud engem szórakoztatni, most beszéljünk egy, beszéljünk egy amerikai komikus, vagy ne is Magyarországon maradjunk, hogy én pont leszarom, hogy, hogy a Trumpot fikázza, vagy a hogy t hogyha ezt szórakoztatóan tudja csinálni, és engem ezt szórakoztat, akkor én leszarom, hogy hova szavazott. És hogy én ezt ilyen tök tartom, hogy azért, mert én kimondom, hogy, én ezzel vagy azzal nem értek egyet, ő ezért nem fog nézni, hanem nézi az XY másik tartalomgyártat, aki tudom, hogy ugyanazt gondolja, mint én, csak nem megy bele a politikába. Ezt ez, ez, ez szerint csak sajnálom ezeket az embereket, hogy ők így gondolkodnak, az ilyen nézőkre nincs is szükségem, tök őszintén. Álszent dolognak tartod, ha valaki nem vállalja fel? Ha valaki megkíméli magát ettől a fajta nem visszasságtól? Nem, de szíved joga. Tehát, hogyha te nem akarsz politizálni, akkor nagyon nehéz kikerülni szerintem. Egyre nehezebb. Ez rohadt nehéz, mert hogy például az elektromos autózáshoz, az energiárakhoz, egy csony nehez szorosan hozzá kapcsolódik a napelemekhez. Amik, amikkel én foglalkozom, az most a politika olyan szinten tartozik hozzá, hogy nem tudod kikerülni. És tudok így középről is csinálni videót, de, de hogy miért csinálom középen, miért hazudtoljam meg magam, miért nem mondhatnám ki, ez egy szabad ország, tehát, hogy azt mondok, amit akarok egy demokrációba, hogyha valaki ezen besértődik, hogy te hülye lipsi, meg így egyébként lipsi se vagyok. Tehát igazából én tök őszintén nem nagyon tudom, nem, tudom, nem tudok kire szavazni. Hogy én simán így ezt elárulom, hogy így hogy nem látom azt, hogy ha mondjuk nem a Viktorék, akkor ki lenne helyettük, akit nem cseszének szét 5 perc alatt Viktorék, hogyha esetleg nyernének. Tehát, hogy szerintem egy tök szar helyzetben van Magyarország, nem akarok ebbe belemenni, de hogy miért nem mondhatnám ezt el, és hogy volt egyébként Fideszes barátnőm mandó, és nagyon vicces volt, hogy én így szerettem volna erről beszélgetni, meg megkérdezni, hogy mi a vélemény a korrupcióról, és ő nagyon felcsözte magát mindenen. Hát, hogy aztán most már nem Fideszes egyébként, nagyon érdekes sztori, hogy ő most már ilyen, nem is tudom, minek tartja magát, de, de hogy így megváltozott. De, de hogy én szívesen diskurálok erről bárkiról, hogyha valaki ezzel nem néz, akkor vesztettem egy követőt. Pff, ez van. Ami még meg tudja osztani a követőtábort, és, és, szerintem érdemes vele számolni, az szerintem például az irigység. Tehát az eltagadhatatlan, hogy a te tartalmaid az alapvetően egy vagyonosabb rétegnek szól. Aki meg tud magának engedni, akár nem is. Hadd fejezem be. Tehát aki tudom, hogy mibe kerül mondjuk állami támogatással, és mibe került egy telepítés Nem olcsó. Ugyanígy egy használt Nissan Leaf sem feltétlen olcsó. Vagy, vagy bármiféle mm, olyan háznak a megépítése, mondjuk tényleg egy ilyen passzív ház, ami, ami tényleg minimális energiát fogyaszt, vagy hogy a legkisebb környezeti, általában kis környezeti lábnyommal élni most így, 2023-on az még drága. És ez eléggé behatárolja egyrészt a közönségedet, másfelől viszont, aki ezt egy kicsit alulról nézi, abban meg irítséget szül. Hogy lehet ezt kezelni? Hogy lehet, hogy lehet terjeszkedni, növekedni? Én azt gondolom, hogy nem a gazdagoknak szólnak a videóim, azért nem, mert... Direkt nem azt mondtam, hogy gazdagok. Igen, tehát, hogy a fel nem a felső réteg. Persze azok tudják megvenni azokat az autókat, mondjuk egy bármilyen komolyabb autót, modelles pledet, vagy egy e-tron vagy akármit, meg egy Taycan, azt persze nem a szegény réteg tudja megvenni, de azért nézd meg a volvo videómat, ott örömködtem, hogy végre nem egy 20 millió fölött vagy 40 milliós autó, hanem egy 15 millió alatti autó, és azonnal csináltam egy bemutató videót, mert én is láttam az autót, csak hogy majd csinálunk róla később is. Én azt gondolom, hogy, hogy az elektromos autózás, amit csinálnak, az a jövőben nagyon jó fog jönni egy csomó embernek. Lehet, hogy most még nem tudja megvenni, de majd 10 évvel használtan ezeket az autókat fogja megvenni, amik most még 15-20 millióba kerülnek. És nézd meg, hogy egy, egy i 3 most 6 millió, 6 és fél millió. Azt azért már elég sokan meg tudják venni, és ha megnézik az én videóimat, hogy a kis csávó társas társasházban megvette az ilyen, eladta a Jaguar IP-t, IP de Jaguar F-Type-ot, kicsit fáradt bocsi, eladtam az f type és vettem egy ilyen. Az lett volna. Igen, igen és, és el, megvettem az i3-ast, és hogy emiatt kiköltöztem Csobánkára, és eladtam aztán az i3-ast, és azért, mert megtehettem, és most tesztautókkal járok, de csomószor gond, hogy éppen nincsen tesztautók, amivel járok. De hogy, 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 ezzel én, én szerintem egy csomó ember tudok inspirálni, hogyha nem is ugyanezt meglépje, de majd ugyanezeket talán kicsiben, hogy, hogy mondjuk van egy társos házi lakása 13-ban, ami most sokat ér, nagyon sokat ér a városban. És, és én is feladtam egy csomó mindent, hogy most 5 percet ide értem volna hozzátok, de így 35-40 perc volt. Csomó mindent feladtam azért, mert meg akartam valósítani egy álmot, hogy legyen napelemem, hogy a napból töltsem az autómat, hogy legyen egy, egy házam, hogy ne kelljen szponzorált videókat csinálni, minden második videóna legyen szponzorált tartom. pont ez volt az álmom, és ezt megvalósítottam, és ezt picibe, ott az operatőröm, mindig mondom neki, ő is álmodozik egyébként. Holfi, Marci? Igen, igen. De ő, ő mindig az álmoknál megmondja, és mondja, Marci, add el ezt a garzont, vegyél egy kádár kockát, üveggolyókért valahol messze, majd autózgatsz, majd az idődet beleteszed, építs föl, megtanulod, gipszkartonoz le, szigeteld le, ott a tiszta energiások bármikor adnak neked hitelben napremet, vagy elintézik az állami támogatást, bármit, és hogy lépjed meg, és hogy őt még nem tudtam erre inspirálni, de legalább gondolkozik rajta, és szerintem csomóan vannak így. Tehát nem, nem az a célom, hogy eladjam a, hogy, hogy modelles pledet, pont leszerom a modelles pledet, tehát hogy marginális adások vannak, az a célom, hogy megmutassam, hogy az elektromos autó az igenis jó, tud lenni sok esetben, és vedd meg azt, amire majd egyszer lesz pénzed. Nekem ez a célom, és ezt nagyon sokan nem értik egyébként, hogy én ezt azt mutatom, pont, ami van, tehát pont, amit, pont, amit tudok. Pont ezt akartam kérdezni, hogy nagyon sokszor elem a zöld autózásnál, a tömegek számára, hogy mennyire elérhető, ezért a, ezzel az a anyagi helyzet dologgal vezettem fel ezt a témát. Tehát, hogy szennyező öreg autókkal járunk, tehát, hogy mikor jön el az a pillanat, hogy azt lehet valakinek mondani, hogy te figyelj, nem járhatsz a 25 éves lyukasra rohat 1000 kilométeren egy liter olajat fogyasztó f -asztráddal. Lehet ilyet mondani? Vagy hogy 40 év. Autóz az autózás az alapjog? Szerintem. Szerintem az autózás az luxus, a, ezt azt nagyon sokan nem fogják föl mai napig, hogy tehát autó nélkül lehet élni. Nagyon-nagyon kevés ember van, aki olyan szintű betegsége van, vagy a családban olyan betegség, hogy nem, és olyan helyen lakik, és nincs mentő, és kell az autó, és kórházba kell húzbálni. alapvetően az autó az egy kényelmi eszköz, egy luxus eszköz. Tehát, hogy igazából ez pont tehát a legjobban, biztos cikket is írtál már róla, annó, hogy rengetegen erőn fölül vesznek Ez autót, is való. Renge, a, a fizetésének egy nagyon jelentős részét az autóra költi, én ugyanezt csináltam, pont ebből indult az egész elektromos autózás, hogy, hogy én azt, azt mondom, hogy én kötöttem egy olyan kompromisszumot, hogy a v 6 kompresszoros szörnyből átültem egy ilyen elektromos női bevásárlókocsiba, azért, hogy ne csináljam ezt, hogy ne költsem el a havi 300 ezer forintot gumira, olajcserére, fékekre, benzinre, meg biztosításra, meg egy csomó, ilyes, azért, hogy úgy de jó, hogy durog, mert ez hatalmas luxus. És az is luxus, hogyha valaki keres 250 ezeret, és van egy 600 ezer forintos Opel, Astra, ami kormol, meg minden, az ugyanolyan luxus, mint nekem, amilyen luxus volt a Jaguar. Mert biztos vagyok benne, hogyha 250 ezeret keresnék, nem lenne autóm. Gyalogolnék, biciklivel járnék, tömegközlekedésre, mert az egy ez írdatlan luxus. És az elektromos autó, ha van adott pénzed, mondjuk van 6 millió forintod egy, és egy autóra, használt autóra, és azt mondod, hogy Hah vehetek ebből egy használt ötös ös BMW-t, vagy vehetek egy használt i3-as családi és tudnám tölteni, hát az a hándrás is meglép, és meglépem, akkor szerintem azzal jól jár. A társadalom is, a levegő, a világ, a föld, minden. Tehát, hogy én, én ezt gondolom, az, hogy mikor lehet majd betiltani az összes benzines belsőgésű autót, szerintem 40 év. nem, nem az... így kategórikusan kérdeztem, hanem arra akartam kifuttatni, hogy, hogy mondhatod-e azt egy embernek, bárkinek hogyha neked nincs pénzed autózni a rendes autóval, most mindegy, hogy a rendest hol húzzuk meg, hogy akkor száj Lehet ilyet mondani szerinted? Szerintem, sz -sz szerintem, hát az emberek szerint nem lehet ilyet mondani. Én szerintem úgy lehet mondani, hogy mondhatom neked, hogy mondjuk te ott laksz alattam a szomszédban, nagyon szegény vagy, de napi nyolc dolgozol egy szargyárba, és átjössz hozzám, és elviszed a tyúkomat. Mert azt mondod, hogy hát vagyok, és nekem kell a tyúkod, és akkor én meg arra is mondhatom, hogy figyelj, ne vidd el, dolgozz többet, vagy nem tudom, legyen másodálásod, és hogy sokan mondják, hogy de ő csak ezt az autót tudja megvenni. Én meg azt mondom, hogy igen, de én meg megyek mögötted, és, és, értem, hogy te azt csak azt tudod megvenni, és korma, mint az áll, de hogy én lélegzem be, az én egészségemet teszed vele tönkre, és az, mivel az autó luxus, ezért mondhatom azt, hogy bocs, de ne, akkor ne vegyél autót. Vagy ha nem tudod karban tartani, akkor ne vegyél autót. És leginkább ez a probléma nem a az új Euro 6 autókkal van probléma, hanem azzal van a probléma, hogy az majd 15 évesen már nem lesz benne Igen, se katalizátor, lesz. se izé, izé, ilyen szűrő se olyan, izé, se AdBlue lószar lesz benne, és ugyanúgy okádni fogja a kormot, és én engem ez idegesít, mert erre lenne megoldás. Szerintem egy nagyon érdekes kérdés még például az a villanyautók állami dotációja, hogy azt mondhatjuk, hogy aki villanyautót vesz, az mondjuk nem gazdag, nem merészkednék ilyen messzire, de anyagilag jobban áll. És hogy az állam nekik ad pénzt, hogy villanyautót tudjanak vásárolni, miközben, ahogy erről mondjuk te is készítettél videót, egy szerintem úgy nagyon jó videót, Félkelet-Magyarország PET palackkal mm. fűt. Akkor most tényleg a vásárlást kell támogatni, vagy inkább azokat az embereket, akik... A luxus, ugye? Tehát, uh -huh. hogy autózni kell, nem. vagy nem megfagyni télen. Nem, nyilván ezért a kájhákat kéne adni borsodban az ott élőknek, amiket utána eladnának, tehát hogy ez sem egy ilyen egyszerű probléma, nem, de nem. mondjuk azt, hogy valami. Maradjon, ez nem teoretikus szinten, igen. Tehát, hogy én biztos, hogy inkább. Egyébként ezek EU-s pénzek ilyen, pár száz milliárd forintokról beszélünk, és már nincs is elektromos autóra támogatás, tehát igazából minden. Azért mondtam, is. hogy most egy ilyen elméleti szinten. Igen, jelzőször. igen. De amikor volt, én akkor sem annyira örültem neki, egyrészt mert beleárazza a gyártó ezeket mindenhol a világon, ezeket a, a támogatásokat, és annyival drágább is az autó és a, igazából a gyártó jár jól. Te meg azt hiszed, hogy jól jársz, de valójában nem, mert most látjuk, hogy hopp, 4 milliával tud olcsóbb lenni mégiscsak az a Tesla támogatás nélkül is, ugyanannyi tud lenni, mint támogatással, és uh, nyilván ez egy más stratégia, sokat akarnak eladni. Én, én azt gondolom, hogy nem nem így kéne az elektromos autókat támogatni, és az biztos, hogy nem, hogy a, a rohadt gazdag vehessen ócsobban 20 milliós autót. Tehát az én csináltam is annó videót, hogy ez itt tökre nem jó, az ingyenes töltés sem jó, de amiről most csináltam videót, hogy amikor süt a nap és ócsobban tölthetnénk, na az rohadt jó lenne. Vagy, vagy azt mondanám, amit kint csinálnak, azt hiszem, Romániában, hogy beviszed a, a régi autódat, és akkor három vehetsz egy Dacia Springet. Na azt, azt igen. Tehát ha beviszed a 600 ezeres izé, kot, kot, megkotlott izé asztrát, és aztán abba azt beolvasztják majd, és újra hasznosítják, és már csinálják bele, hogy de ez az, 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 az mindkettőnknek mind trauma. Ja, egyébként az első autóm volt, és, is imádtam, ez egy benzines asztra volt, de fók, fókuszt is mondhatnék, vagy ebben, nyilván, a füstöt hát, TDI-ket, hát, most senki ne sértődjön meg, csak ezt kezdtük el, és ez jut az eszembe. E én azt gondolom, hogy lehet jó támogatásokat csinálni, ezért van erre a világon példa. Én azt támogatom, amit a Norvégiában csinálnak, hogy nem az elektromos autót támogatják, hanem a benzinest adóztatják meg, mint az állat. És hogy vehetsz te M5-ös BMW-t, ha akarsz, dupla annyiért. És akkor eldöntött, hogy Teslát veszel, vagy m BMW-t. De hogyha mondjuk egy asztrát akarsz venni, egy új asztrát, arra nem kell sok adót fizetni, mert az picike motor van benne, pici benzint fogyaszt, nem fog valószínűleg szennyezni. Terelnek az észszerűség felé. Igen, igen. És, és, most már a súlyadót is bevezették Norvégiába, tehát most már az elektromos autót is, hogyha nehéz elektromos autót veszel, mert nagy és drága, mondjuk egy e vagy egy Model X-et, X. Igen, igen, 2,6-on no, a i BMW, vagy akármelyiket mondhatnák, de még az i4-es is 2300 kg. Szóval ilyeneket veszel, akkor fizessél plusz adót. Ha már ezt észszerűség, jó. ezt meg akartam kérdezni mindenképp, hogy szerinted milyen az észszerű villanyautó? Volvo c 30 nagyon erre. fú, nagyon, én nem vagyok egy volvos, de, de nagyon kellene az ilyen autók. Tehát én pont i4-es BMW-t nagyon szeretem, egy szedán keveset fogyaszt, a i 6 os nagyon szeretem, oké, okay, hogy 20 milliós autókról beszélünk, de pont azért mondtam, elsőre volvo volt, mert 14 és fél, vagy akkor ott az MG például, ami 13 és félről indul, de hogy tehát hogyha egymás mellett teszem a két autót, akkor lehet, hogy az MG picit nagyobb, de a Volvo ez meg olyan, hát olyan volvósabb, meg skandináv, meg svéd meg torkalapács, lámpa, meg minden, tehát hogy azért ott elég komoly verseny van, de igen, ilyen autók mint az MG4, vagy a Volvo XC30, vagy hát mint az i3-as BMW volt, vagy a Fiat, amivel jöttem, csak nem 15 millióért. Fiat, tök jó autó, imádom. Tudod, mennyivel jöttem ide? 8 és feles kilovatórás százas fogyasztása. 8 és fél. Tehát, hogy az én olyan tudod, nincs. Én tudod, mennyivel jöttem ide? Biciklivel. Jó, <laughs> csobánkáról biciklivel, ha ide értem volna, akkor négyre értem volna ide. 15 perc Bilis Boros Jenőről. Hát Na jó mindegy. neked, de én ilyen csumpi vagyok, nézd meg a combomra. Volt egy videó, ha már csobánkánál tartunk, nekem a te munkásságodból amúgy azt tetszett a legjobban, ahol a csobánkai uh, légszennyezést tematizáltad a fűtési szezon oh. elején ahol konkrétan megfogtál egy problémát, ami téged érintett, körbejártad, megmutattad, beszéltél róla. Tudom, hogy amúgy szoktál ilyen videókat készíteni, de azok mindig egy kicsit így eltávolodnak a, problémáról, a problémától, a kumulátor feldolgozás és hasonlók. Miért nem viszed tovább ezt a vonalat? Mert ez nem lehet mindig, ez nem szórakoztató, és az emberek nem akarnak De valami érdekes. Nézni. Hát igen, még neked. a is Igen, igen. Az, az, egy tök jó videó lett, de hát kaptam azért ott halálos fenyegetéseket már akkor, most meg még többet. És tehát az, az a baj, hogy ilyenkor muszáj belállnod. Nem állsz bele, de ők úgy érzik, hogy beléjük állt. Tehát én, én ott abban a videóban nagyon komolyan elmondtam, hogy értem, hogy ha valaki annyira szegény, de hogy akkor az állam oldja meg ezt a problémát. Tehát, hogy én, én mindig oda futtattam ki ezt a dolgot, vagy most volt ez az ominózus ilyen, hát fűkaszá néven híresült el, de igazából két motoros fűrész volt, és megbeszéltem velük, Én, és, és erre is csináltam egy ilyen, hát igazából TikTokra készült ez a tartalom, egy ilyen bazd meg az ósanyázós, és az állján, de tényleg ideges voltam egy kicsit, úgyhogy nem volt nem nehéz volt. ezt És utána meg volt egy live is erre, ami aztán meg végig kitolta ki 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 a biztosítékot, de de hogy ó, ott, akikhez lementem, ők, ők megdumáltam az egészet, mondtam, hogy bocs, nem ellenetek szólt, nem is tudtam, hogy csinál, csak mondtam, hogy ez egy ilyen probléma, hogy empátia hiánya, falun ez a zajongás, az állandó probléma, Pesten is, társasházban, mindenhol, és vannak országok, ahol ez már nincsen. Hát, mert én olyan vagyok, hogy hét után én nem zajongok, Pesten az zajogtam, Csobánkán se, és hogy mivel én ilyen vagyok, ezért nagyon zavar, hogyha más mondjuk este nyolckor sikítóval vágja a vasat, vagy akármit csinál, és felcsesz, mert én nem tudom elképzelni, hogy ezt meg tudnám tenni. És erre csináltam egy videót, és, és képzeld el, hogy azóta nincs. Sokkal kevesebb zaj van. Tehát megéri. Lehet, hogy én nagyon sok nézőt buktam ezzel. De, de, meg, de meg... Most, most mondod, hogy megéri foglalkozni Igen, közérdekű... De közéleti hát, De hát Hát láttad, van. mit kaptam? De másért is kapsz, és hogy ez viszont valódi változást idéz elő. Hát időről időről vannak ilyen témák. Figyelj, most szombati videóm is ilyen volt, hogy, 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 így ilyen edu, edukál. Én így szeretem ezt a szót, hogy edukál. Magad egy barátnőmnek az anyja, ezzel alázta a saját lányát, de hogy igazából ez nagyon duró volt, hogy valamit kérdezett a lány, és az anyja azt hogy még ezt se tudod edukált már magad van főzéssel kapcsolatos dolgot, és annyira megmaradt bennem, hogy fú, ez ilyen, ilyen nagyon alázó, hogy így fú, ennyire buta vagy, és hogy, hogy én ezzel így próbálom inspirálni az embereket, hogy, hogy edukálják magukat. Én ezt csinálom egész életemben. Tehát, hogy műszerésznek tanultam, és nem volt még YouTube, de most YouTube videókat csinálok, és videókat vágok, egyedül fölveszem, megvágom, összerakom, feltöltöm, marketingelem, elintézem, tehát egy komplett ügynökség, videóvágó, és egy ilyen producer, iroda vagyok egyben, te is egyébként nyilván, tehát hogy azt így? csináljuk, igen. De hogy azért a dolgoztál csapatban is, ami nagyon sokat könnyít az egészen, de hogy ezeket meg lehet tanulni. És hogy én szerintem azt is meg lehet tanulni, hogy, hogy mondjuk hét után ne veressük a motoros fűrészt. Értem, hát ezért mondom, hogy annál jobb edukáció, mint amit abban a légszínezős videóban csinálta, szerintem nincs. Te közben a pledes videót nézik a gyorsulást a GT Venom ellen, érted? Tehát, hogy Én is egy meg egész picit, picit jobban éreztem magam, egy barátomnál kéreckedtem be, napelemről töltöttem a pledet, és hogy úgy sokkal jobb kettő alatt lenni. Na de, <gül> Ugye? <gül> egy korábbi interjútban nem úgy beszéltél arról, hogy szorongsz a jövő miatt. Mm -hmm. Itt, hogy van benned egyfajta klímaszorongás, akár társadalmilag, akár ökológiailag, ez, ez azóta változott? Nem. És, és mi, mik azok a faktorok, amik miatt te pessimista vagy? Ú, egy rohadszor világban élünk. Én amikor gyerek voltam, még nem volt internet, de hát visszajövő filmek voltak. És ott, ott, így azt hittük, hogy le, repülő autókkal fogunk járni, és hogy a, betesszük a, a fluxus kondenzátorba a banánt, és majd az, az, lesz az üzemanyag, és hogy igazából egyébként ez van, a napból jön a rohadt üzemanyag, de hogy még rohadtul nem tartunk ott, hogy ezt így ki tudjuk használni rendesen. És... De, de beef tenant, mint Donald Trump, az tökre működött. I igen, de, de, közben, tehát hogy tényleg tehát háborúzunk a szomszédba, és ez engem annyira lehangol, hogy, hogy már nem szeretek híreket olvasni, hogy még mindig nőket erőszakolnak meg, hogy a háborúban puffogtatjuk el a vasat, az acélt, az alumíniumot, a puskaport, és hogy a gyárakat erre használjuk, és hogy gazdaságok mennek tönkre, és hogy világok harcolnak az új világrendért, hogy Amerika, Kína, Oroszország, és hogy mi meg itt így nem tudom, éppen térvelünk ennek vagy annak, és hogy, hogy basszus, ez csak pénz. Hogy, hogy annyira nem ér semmit, hogy ezt a rohadt pénzt, itt vagyunk, 9, 9 milliárdon vagyunk már? 8, 8, nem sokára 9 milliárd leszünk, és hogy mind meg fogunk dögleni, és a pénzt nem vihetjük magunkkal. Egy dolgot vihetünk magunkkal, az élményeket, egy jó életet, de az nem a pénzen fog múlni, hanem mondjuk azért, hogy kevesebben égessenek pet ne legyen pet palack, first place, tehát, hogy így, hogy, hogy így naplem legyen megújulva, hogy ne szénerőmű legyen, hogy, hogy ne háborúk legyenek, hanem hogy mondjuk képzeld el, hogyha azt a pénzt napi 130 milliárd forint durog el Ukrajnába per pillanat. De volt Afganisztán, Vietnámtól kezdve mind értelmetlen, hülye háborúk, emberek hatalomvágyából, pénzéségből, lobby érdekekből, egy csomó baromságból, hogy, hogyha ezeket a pénzeket fúziós reaktorra fordítanánk, szerintem már az lenne mindenhol vagy mondjuk ezeket a pénzeket akkumulátor technológiában, vagy hidrogén tüzelőanyagcellában, vagy bármibe, bármire fordítanánk, hogy, hogy nem elpuffogtatnánk, mint hogyha te a pénzedet tűzijátékra költenél minden nap. Tehát, hogy te teljesen értelmet. Tehát, tehát egyszer jó, hogy évben egyszer, fán meg szép, de hogy minden nap, nem, az nem jó. És azt is többször említetted mindenféle felületeken, hogy hajlamosnak tartod magad a depresszióra. Mm -hmm. Ez ezért van, mert magadra húzod ezeket a témákat, vagy pedig emiatt a hajlam miatt húzod magadra ezeket a témákat? Hát ez jó kérdés, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Szerintem hajlamos is vagyok rá, tehát hogy a depresszió ez egy betegség, és igazából nagyon sok nincs rá, különösebben gyógyszer, antidepresszánsok vannak, de attól meg ilyen nyomot leszel, meg nem akarsz gyógyszereket szedni szerintem, mert az előbb-utóbb mindig visszaüt. De alapvetően azért azt, azt, lássuk, hogy rengeteg ember depressziós, aki nem vallja be, én bevallom, hogy erre hajlamos vagyok, de rengeteg. Volt el, volt el ezzel kapcsolatban? Fordult e segítség? Igen, igen, voltam. Még gyerekkoromban, tehát hogy ez már akkor megvolt, és most már itt sokkal jobban tudom kezelni, de menj, ülj fel egy buszra és nézzét, szét, az emberek 98%-a depressziós szerintem. Hát nézzük az arcokat, így ülnek meg akarok halni. Tehát, hogy így megy munkába minden nap, mert nem azt csinál, amit szeret. Vagy, vagy egyszerűen csak szorongő is, vagy nem tudja, miből tartsa a családját, nem tudja, hogy mi lesz hó végén, vagy, vagy egyszerűen egy, egy Egyszerűen csak szarkedve van, rengeteg ilyen ember van. Ezen nekem az szokott segíteni, hogyha van sikerélményem, vagy én segítek valakinek, és kapok visszajelzést, hogy segítettem akármiben, egy autóvásárlásban, egy telefon, egy kütyűvásárlás, napelembe, tehát bármibe szemétégetés, tök mindegy, bár, bármit mondhatunk, vagy, vagy edukációban sem miattam lépett meg valamit, amit egyébként nem lépett volna meg, ez, ezek dobnak föl, és ezek visznek előre, de a háború az nem, az, az is is leszek. Furcsa azt így végighallgatni, és sosem beszélgettünk még ekkora időtában, nyilván sajtóutakon megítunk egy-egy sört és hasonlók, de hogy, tényleg mindig valahogy egy negatív élmény kerül előtérbe, amikor megtörtént ez a kifakadás, ez az ominózus live, ez, egy, akkor ez egy nagyon régóta gyűlő pohár volt, nem beérkezett egy utolsó csepp. Hát, hogyha rákeresel a neten, hogy Hándrás ideges, találsz ilyen videót, láttad ezt a videót, amikor ők egy 30-as monitort, meg, meg, azért voltak nekem merének, ugye itt az a gáz ebbe a live-ba, hogy ezt én nem akartam kirakni az internetre. Csak, tehát, hogy kiment. Ez, ez ott pár száz embernek szólt, és azon belül is csak a nagyon-nagyon gyökereknek szólt, és azért ordítottam velük, és azért kiabáltam direkt, hogy vegye már észre, csak hogy bármi áron, csak tényleg nem akarom, hogy olyan emberek kövessenek, akik gyűlnek, akik utálnak, akik nem szeretnek, akik csak savazni tudnak, akik csak belém akarnak kötni, akik irigykednek, de ezért semmiképp ne kövessen. És én nekem az, ez egy utolsó eszköz volt a kezembe, a bannolási hullám előtt, hogy elküldöm a kurva anyába. Szó szerint ezt csináltam. Jó, jó, de azt mondod, hogy András üti a 30-as monitort, tévét, bocsánat. Ideges volt. A Handrás idegesen lájbozik, hogy ezek akkor, akkor, ha jól értem, akkor az van, hogy te viszonylag sokáig tudod magad tűrtöztetni, viszont amikor kiborul, akkor van egy ilyen, egy ilyen nagyon erős kataklizma. Így van, ezt apámtól örököltem, ő sokkal durvábban tolta, sokkal gyakrabban így felrobbant tulajdonképpen. Egyszer így végignéztem közvetlen közelről, mert annyira hirtelen jön, hogy valami, nem tudom már, minim mi cseszte föl magát, de volt egy egy ilyen kazette, dupla kazettás magnó, egy maranc volt, arra is emlékszem. Gyönyörű, szép, ilyen aranyos, aranyszínű, ilyen hifi torony volt a CD-játszó, kazettás magnó, lemezjátszó erős, gyönyörű volt. És apám is szerette a szép dolgokat. És valami van, hogy szétverte. De egy pillanat alatt verte szét, mint én a monitort, hogy így gyűl, és így kirobbant. Szerintem egyszerűen vannak ilyen embertípusok, és szerintem ez sokkal jobb, mint aki magában tartja, és ott kommentekbe frusztrálja ki. Vagy, vagy a családján, vagy a gyerekén, az sokkal-sokkal rosszabb. Szerintem mi kell adni. Nem gondolod egy picit önfelmentő hozzáállásnak azt, hogy azt mondod, hogy ezt apukámtól örököltem? Ő, nem, azért, mert az én nagyon-nagyon sokat dolgoztam, hogy, Tehát, hogy ne legyenek olyan, mint ő. Tehát én ezt 16 évesen kezdtem el dolgozni ezen, hogy ha lehet, akkor ne legyek ilyen, de most tök őszintén egy kicsit bánom, hogy, hogy ennyire, ennyire kiakadtam abban a live-ban. Ezt akartam kérdezni, hogy bánom. Egy, egy, csak, csak azért bánom, mert, mert nem volt annyi eszem, hogy ez kikerülhet. Mert hogyha ez, ez, ez hamarabb eszembe jut, akkor, akkor, lehet, hogy teljesen máshogy csinálom ezt, és ugyanígy kiadom, csak úgy adom ki, hogy ha esetleg kikerül, akkor ne akadjon ki rajta az, aki egyébként teljesen jogosan kiakad, hogy egy, egy, egy olyan ember, akit százre követnek, és gyerekek is néznek, az, az ne így. És ez, ez, ez tök jogos. Tehát én tökre jogosnak tartom ezt a dolgot, és szerintem sem szép kurvanyázni, és én is azért kurvanyáztam, mert az én anyámat szitták, és az volt az egyik komment, hogy alulról szagolja a vizet, és hogy örül, Bocsánat, örül, örülhetsz, néhány hogy napok, néhány nappal később kiraktál egy kommentet. Mm, ezt többen is megírták egyébként. Hát, tehát ez akkor ez... nem az volt a kiváltó, nem, nem, de nem, hogy nem, ilyen. Nem. Hát nem, ezt azóta is kapom. Tehát ezeket így írják, mindent írnak. Tehát, hogy ilyen első... Ma, most ma, tegnap raktam ki Instára, hogyha nem láttad, valaki följelentett állítólag a nav valami reddites mentem alapján, hogy én azért a az egyéni vállalkozó lettem a kata helyett, és hogy nem azt számlázom, amit kéne, és hogy egyébként tök hülye, mert hogy egyébként sajtótevékenység is benne van, de ezt ez, nem azért jutott. Ez azért, azért tényleg piti. És igen, tehát nagyon, nagyon piti, ez, szerintem már rediten is azt írnák ennek a csávonok, hogy na rohatávós vagy te is, mert ez, ez, durva, de hogy ilyenek vannak. Szóval Őszintén szóval tényleg azt bánom, hogy, hogy én ezt nem akartam, hogy ennyi ember lássa, kikerüljön. Azt, hogy a segfeket elküldtem nagyon-nagyon meleg éghajlatra. Azt abszolút nem bánom, mert ezek az emberek, már bocs, de ne, nehogy már kinyaljam a següket, úgy, hogy azt írják, hogy jó, hogy megdöglött az anyám a Dunába, és alulról szagolja a vizet, mert egy ilyen fasz gyereke van. Ez szó szerint ezek a kommentek jöttek, és én erre akadtam ki. Előtte elmondtam, hogy miért csináltam ezt a fűkaszás videót, hogy engem zavat, és lementem, és megbeszéltem velük normálisan, de hogy ez egy ilyen TikTokra készült, ilyen, ilyen balcmegolós videó volt, mert ez most tökre trendi, meg tökre menő, és egyébként ezt a magyar nyelvben nagyon jól lehet káromkodni, igen, ezért egy kicsit egysíkúan csináltam, lehettem volna kreatívabb, és ezt is megkaptam, hogy miért nem azt mondtam, hogy -e így, meg úgy, és, és, és ezt magyaráztam nekik, és leszarták. Tehát, hogy megvan az, amikor így, oké, okay, gyerekek, na, és így leszarják, és csak így jön ez a savazás tovább, része, ja, azzal is felcsesztek, hogy részeg vagy, és van, meg megmondanám, hogy részek lennék. Van, van olyan videó, amit részegen csináltam, volt részeg live is régen, és hogy én ezeket nem, nem titkolom, és, hogy, és, hogyha egyszer azt mondom, hogy nem ittam, nem vagyok részek, akkor mi az Isten nem lehet elhinni? És engem ez annyira felcsesznek, mert én nem ilyen vagyok. Nekem, hogyha azt mondod, hogy hogy biciklivel jöttél, én tökre hiszem, és nem kezdek el itt neked esni, hogy kamuzol, ezt itt a gumit, biztos izével jöttél, vagy csak így játszod ezt a izét, hát, hogy érted ilyen? Persze. Hogy, agy, 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 Persze. Vagy, meg így olyat, ami nincs. Több, több barátommal is beszélgettem erről a live-ról, olyanok is, akik, akik, kedvelnek és követnek, olyanokról és akik, akik neutrálisan annak hozzád, meg olyanok is, akiknek kifejezetten a antipatikusod a tevékenységed. És két fő reakciót kaptam vissza, nagyon vicces, hogy, hogy azok az több olyan ember volt, aki téged alapvetően nem kedvel, aki azt mondta, hogy na végre, egy őszinte megszólalás. Ez Viszont a másik meg az, hogy Viszont a másik, meg, a, a, a másik jellemző reakció, a skála másik vége pedig az volt, hogy, Igen, hogy, hogy, hogy én eddig át voltam verve. Mert hogy adta ez az ember itt nekem az zöld kommunistát évekig, és most pedig kiderült, hogy egy tapló. A te környezetedben azoknak az embereknek a véleményre, akik valóban adsz, akár barát, barátnő, akárki. Hogy, hogy csapódott ez? De? Hát ők nem lepődtek meg, mert ők ismernek. Tehát ők tudják, hát. hogy ilyen is tudok lenni. De mint ahogy a, itt a interjú elején beszélgettünk róla, hogy az autós tartalom, meg a napelemes tartalom, meg amiket céggel csinálok videót, az nem az a tartalom, ahol anyáznom kéne, vagy csúnyán kéne beszélnem, sőt, tehát hogy kifejezetten figyelek arra, hogy egy bazd meg ne hagyja el a számot, mert tudom, hogy gyerekek is nézik, és most itt nem beszéltünk meg, tehát most is próbálom nagyon visszafogni, magam, nem tudom, hogy itt nálatok mennyire lehet szabad szájúan, de hogy, hogy hát ti is annó a Total podcasteket, azokat mindet hallgattam, az összeset hallgattam, talán motorosokat nem, de az autósokat mindet hallgattam, azért ti is ott keményen nyomtátok, és hogy szerintem és attól én nekem, te nem lettél más, hogy a totálkár podcastban megoltál. Az, hogy én a napelemes videóban nem bazmegolok és egyébként egy live-ban, amit meg 200 ember vagy 300 néz, és ott elküldök, segfeket az anyukba, hogy, hogy és itt tényleg kikelve magamból, hogy ja, ez is én vagyok, hát most ne, nem tudok ezzel mit csinálni. Tehát, hogy... Tekintsük ezt is kell a két végének. Uh -huh. Azt, ahogy itt most ülsz, meg a videóban megnyilatkozol, meg a live-ot. Melyik áll közelebb a valódi Andráshoz? Hát most csontkomolyan, ha nem, most csont komolyan, ha nem venne az, ha nem venné az életed nagy részét kamera, akár live-ok, -ok, akár szerkesztett videók formájában, melyik lennél inkább? A jó szót keresem az egyszavas jellemzése, mert ez a sútyot, az kicsit durvának érzem, mert számra a, a emberek azok inkább azok a kommentelők, akik ok nélkül savaznak mindenkit, az internet pöcegő a reddit meg a TikTokon, meg mindenhol. Tehát, hogy így... Én egy ilyen, egy ilyen nagyon egyszerű és nagyon őszinte csávó vagyok, és ami a szívem van számon. És hogy közben, tehát nem vagyok egy nagyon okos csávó se, nincsenek diplomáim. Tehát, hogy, tehát, hogy, egyszerűen nekem az életem nem arra ment, nem is lehetne diplomám, egyébként elmehettem volna az IBS-re, csak osztottam, szoroztam, és rájöttem, hogy egy ilyen nekem az idő kidobás, és hogy változik a világ, és hogy mindig újat kell tanulni, és én mindig azt tanulom, és, és igazából egy csomó de jó vagyok, semben nem vagyok a legjobb talán, tehát hogy, nem, nem tudom, tehát hogy én csak így, én csak a horvát András vagyok, ezt mondta a lányom, és a horváth, én vagyok a kivaszott horvát András, és ha nem tetszik, ne kövesse meg, tetszik, amit csinál, akkor kövesse, és ennyi. Tehát, hogy tehát, akkor, hogyha jól értem, egyszerű. Ha jól értem, akkor alapvetően nem a szép elgés elhozzád közelebb, hanem ennél egy ilyen őszintén megnyilatkozásnak, vagy a híve magánemberként. Én nem is szoktam szép elegni, tehát hogy én nem vagyok ez a nagyon kifinomultan ilyen, izé, ez a úri emberként autókat bemutató csávó, csak ott nem szoktam bazd megolni, ennyi a különbség, de azért ott is benn, benn, benne, vannak a kis poénok, meg odaszólások, és észre se veszik talán, tehát hogy azért a finomabban tolom. Amikor, oké, okay, ez az emberi oldala, de amikor kiment ez a live, a téged támogató szponzorok, akikről amúgy meg szoktál emlékezni a videókban, ők hogy reagáltak? Volt olyan, aki elgondolkodott azon, hogy megszakítsa veled a kapcsolatot? Volt olyan, aki esetleg lépéseket is tett? Hát, hogy monetizálódott ez nálad? Szerintem a legdurább, hogy a redditen megvan a screenshot is, mert a csávó berakta, hogy volt ember több is, aki leveleket írt az én támogatóimnak, hogy álljanak ki mögülöm. A hogy nem vette mondod, a fáradtságot, és hogy leveleket írt. Tehát, hogy a, igazából a, az egyik támogatóval beszéltem, a, aki írt e-mailt, hogy hogy most így szerintem, hogy ez mi volt, vagy hogy ez most így változik a csatornának az irányvonal, vagy így mondtam, hogy nem, ez, igen, ez történt. és így azóta is ott vannak a, a támogató listában, a, találkoztam egy másik támogatómmal, aki például pont egy olyan csáv, aki sosem olvas kommenteket, és nagyon intelligens, és ő vele így átbeszéltük ezt az egészet, nem azt, hogy támogatta tovább, hanem ő így adott tanácsokat, hogy szerintem most van az a pont, amikor bannolni kell, és hogy mindent megpróbáltam, hogy ez így nem működik, akkor csináljuk azt a hogy akkor aki, aki nem szeret, akkor hogyha, ha már mégis követ, de beszól, akkor azt kibannolom. Úgyhogy igazából ez egy kicsit ilyen vihar a bibibé. Nekem az volt a fura, hogy, hogy, tényleg ez volt az országban a legnagyobb probléma, hogy egy csávó, aki csinált 790 videót már, amivel eddig nem nagyon volt olyan sok baj az embereknek, kulturáltan, stb. És hogy egyszer kiakad egy zárt live-ban, amit igazából az a saját Insta, privát Instagram oldalán csinál, és azaz valaki lesz krénet, és kiszivárog, tehát hogy ez a legnagyobb probléma az országban. Ebben egy kicsit benne van a valóságsó effektus, hogy a valóságsót néz, néz, senki, de mindenki látja. Igen, azért, igen, igen. Tudom. hogy rá lehet mutogatni, hogy de jó, Tudom. hogy én nem vagyok olyan. Most arra néhány napra te, jó, te voltál az az ember, akire rá lehetett mutatni, hogy nem hát, vagyok Tudod, olyan. miért ment körbe, amit így, így és hogy nagyon érdekes volt látni. Ebből is lehet tanulni, hogy, hogy hát a reddit volt a legdurvább. Tehát egyrészt engem kibannoltak, mert írták meg a fasságokat, ami nem a volt. Igaz, és hogy hülye vagy, nem figyelt, igen, hülye vagy, nem figyeltél, nem így volt, ostoba vagy, és így kibannoltak. Tehát ők faszfejezhetnek engem, szó szerint, de én nem ostobázhatom le, mert engem akkor kibannolnak, rohadt vicces az egész, hogy el is engedtem, tehát hogy nem visszamehetnék álprofilral és mert nincs nekem el időm, de a legdurább az az, hogy rájöttem, hogy azért kapták fel ezt ennyire, mert végre úgy érzik, hogy találtak valamit, ahogy az irítségüket eddig nem tudtak mit csinálni, nem tudtak belémálni, csak ilyen, hogy kopaszodom, meg ilyen hülyeségekkel, meg hogy meleg vagy, meg ilyen baromságokkal, és hogy most végre adtam valamit a kezükbe, és most alig várták, hogy akkor ezt most így rámontsák, meg egy, -egy tényleg levelet írnak a támogatóknak, és hogy figyelj, másnap megkeresett a húszkvárna, hogy akkor függ az a teszt. Tehát, hogy, tehát, hogy azt, de azt, de esküszöm, megmutatom az e e-mailt, ha betetted a videó akarod, Fú, ez lehet, hogy még mindegy, tehát hogy szerintem ez nem gáz, és beszélgettünk, hogy tényleg lehetne erről egy videót csinálni, hogy zajszennyezés, mert szerintem ez egy rohadt káros valami, és én tényleg Ezt erre érde. akartam fejlődni a figyelmet, kicsit túltoltam, igen, előfordultam tanultam belőle, majd legközelebb, majd akkor ilyen virágnyelven küldöm el az embereket a csáva. Tehát, hogy tehát tényleg, hogyha ennyire ilyen, ez a társadalom, ez nem jó. Tehát, hogy azért így, hogy ezen ennyire kiakadni, tehát, hogy ott a sebesség példája. Azért szerintem, hogy róla szivárgott ki, az sokkal durvább volt. Mert ő olyan, olyan Igen, 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 igen. Tehát az, az, az tényleg nagyon tapló volt, és az emberekbe állt bele, akik nem érdemeltek be. Én olyanokat küldtem a picsába, akik maximálisan megérdemelték, mert, mert módon anyáztak. És én ugyanazt adtam nekik vissza, és szerinted egyébként, tehát tessék, akkor ha már itt tartunk, hogy szerinted az rendben van, hogy te, mint tartalomgyártó, mindent el kell viselni, és nem szólhatsz vissza. Tehát, hogy miért ne szólhatnál vissza tartalomgyártóként, emberként, ugyanolyan stílusban, ahogy neked egy kommentelő, egy, egy létező ember, tehát nem az AI kommentelget, ezek létező emberek köztünk járnak, akár szemtől szembe is azt mondhatná, hogy rohadjál meg, te Jeci. És hogy... Szerintem nem teheted meg, tudod miért nem? De miért? Azért. Gyárban dolgozol, napi 8 órás munkaidő, relatíve normális pénzt keresel, mondjuk most jobban, mint egy tanár esetleg, ellenben simán lehet, hogy 50 éves korodra el fog vinni valamilyen vegyszer által okozott rákos daganat, vagy akármi. Mindennek van egy pozitív és negatív oldala. Nekünk a pozitív oldala, az vastagon felül van reprezentálva. Utazások, pengeautók, érdekes helyek, érdekes sztorik, érdekes emberek, stb. És van, a, van az ellenoldal, hogy bizony nem csak pozitív visszajelzést kapunk, de én azt gondolom, hogy az én életembe annyira vastagon a pozitív irányba leng ki a tű, hogy hát ott rohadjon meg. Nincs, nincs, olyan munka, nincs olyan munka, nincs olyan élethelyzet, aminek csak pozitív kicsengése van. De e, ha, e, sikeres ez ez is van, csak... ha sikeres youtuber vagy, és a sikerességed abból táplálkozik, hogy te kitárulkozol a világ elé, és beleviszed a személyiséged, annak megvan az az árnyoldala, hogy az emberek tudni fognak róla a dolgot, amivel támadni tudnak. Oké, okay, a suhajda -e szilárd felesége ezek szerint el kell, hogy viselje, hogy minek ment oda komment. Csak azért, mert ők is úgy mond, hát hogy, hogyha visszajött volna, akkor pénzt kereshettek volna ezzel. Apukám, apukám, apukám hegymászó, magas hegyi túravezető, nekem erről nagyon speciális kialakult véleményem van, úgyhogy nem, nem kezdenék bele, de, de azt gondolom, hogy, hogy neki is volt egy vastag dicsőség oldala, és mivel ő már nincs itt sajnos, mert megtörtént ez a tragédia, ezért az valamilyen szinten, talán ez rossz szó, hogy természetes, de szükségszerű, hogy a rossz indulat az a feleségén csattanjon. Ami nyilván borzasztó, de, de, de egyszerűen élnek az emberek. És mondom, neki is meg megvolt a dicsőség oldal, nekünk is megvan a dicsőség oldal, neki az a, tehát hogyha már mindenképpen párhuzamot kell vonni, és ezt meg lehet, hogy inkább ki is de hogyha ő megmászta volna az Everestet és lejön, akkor valószínűleg egy nemzeti lett volna, minden jó alapja megvan erre. És van az a negatív oldal, hogy nem sikerült, az most, az most, most azt éljük. És én azt gondolom, hogy nem, nem tudsz úgy élni, hogy mindig csak a dicsőséget élnek. Minden, nem, mi, mi, nem mindig dicsőséget, lesz egy melegebb oldal. De nekem nem kell a dicsőség. Tehát, hogy én legjobban annak örülnék, hogy én attól is sokszor kellemetlenül érzem Sokkal magam, hogy a kommentet kapok, mert a... nem tudok mit kezdeni. Én is sokszor, sokszor éreztem azt, hogy mennyivel könnyebb lenne újságírónak lenni olvasók nélkül. De? De? engem, tehát hogy én nem, nem így teszem mérlegre, hanem, és ezt a, az egyik támogatom mondta egy ebéd alatt, hogy, hogy nem fogunk tudni ezt megoldani és megváltoztatni, pedig én 20 éve mióta internetezem, azóta ezen vagyok, hogy, hogy ha ezt eljátszanánk élőben, amit a kommentelők csinálnak, akkor emberek egymást vernék a McDonald's-ba. Egyszerűen csak egy ismeretlen ember oda menne hozzád, hogy akkor egy gyökér vagy te iránézésre, egy kis kicsi kis, kis, mit ugrász, vagy te Itt nem ilyen az autók, a folyó, majd meg van. És hogy, 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 ezt így nem csináljuk az életben, de hogy az interneten meg igen, és szerintem ez nem egy jó dolog, és nagyon-nagyon rossz irányba megy az internet, a fiatalok, egy, egy, csomó mindennel kapcsolatban, nem csak a kommentek, hogy, hogy már nagyon durva. Tehát emlékezz vissza, amikor elkezdtünk netezni, még az isd Már bár szerintem én... akkor még finom én fiatal akkor voltam, én. igen. tehát még a, a csattogós felepkét tolgattad, szóval én elkezdtem netezni, akkor is volt ilyen adok-kapok, de hát szerintem most százszor durvább. Tehát most a mariménik is tolják a Facebookon, és hogy, a, hogy így, hogy, hogy halálos fenyegetések hangzanak el, és hogy ezt szerintem ez nem normális. Tehát ez, ez, ez én így ránézek egy, egy Facebook kommentmezőre, egy Telex cikk alatt, vagy bárhol, vagy a, akár csak a, a, TikTokom, a TikTokom, az nagyon durva. Tehát ott azt, azt hiszem, soha nem is foglalkoztam vele, de ott 50 hogyha hogyha jönni lehetne a szavakkal, akkor már rég halott lennék, meg, meg mindenki. Hát, és, és, ezek 15, 16, 18 éves srácok, és hogy milyen felnőttek lesznek ők. Ez nagyon durva. Messzire vezet, azt nem mondom, rám, hogy nem, 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 feltét, nem, feltétlen értek egyet abba, hogy az egyenes irányba visz a, tudod, voltak olyan gyerekek, akik nagyítóval hangját égettek, meg, meg ilyenek. De, de az, az, nem de baj, azok, mert az, az de azok, tiabba, de azokból, rendes, hogy... de azokból, azokból is lett rendes ember. Mi piócákat nyomtunk fölizével, fecskendővel, mert hogy biológiaorán is boncoltunk békát, még is, és hogy az a tanuláshoz, de de hogy nem fenyegettünk meg senkit halálosan, abba biztos vagyok, az nagyon paramos. Szerintem az erőszak megélése ilyen szempontból az csak egy mennyiségi és nem minőségi különbség. Viszont nem vagyok ennyire borulátó, és tagadhatatlan, hogy ennek valószínűleg van egy szelep jellege is, hm. tehát, hogy inkább a neten fenyegesse meg, mint hogy másnap persze, a persze, -e. de. De, Nem akkor jó én... ez, felé haladunk semmiképpen. A gyereked, mibe mi fog? Tehát próbál, már nem TikTok na, attól lesz, hanem att... sokkal rosszabb, képzeld el. Próbálom, attól rettegek. Na de, nem? Na, de, de, de hát tényleg. Végignéztem a te videósorozatodat, egy olyan embert lát vagy legalábbis azt szűrtem le úgy gondolom, aki megbékélt az életével és tisztában van önmagával. És akkor jön egy ilyen, mint ez a live. Most akkor végül is te hol tartasz ebben a folyamatban? Hát ezen már rég, rég túl vagyok azért ezen a live-on. Nem ez... a live-ra gondolok, hanem hanem a démonokkal való megküzdésben. Szerintem a, szerintem ez mindenki... most akkor egy tünet volt, vagy csak egy szelep? Szerintem mindenki küzd mindig a démonjaival egész életében. Az a kérdés, hogy, hogy a démonok nyernek egyik nap, vagy te nyersz több napot és mindenkinek vannak biztosak benne, hogy neked is van, vagy, vagy, csak mondok egy tök egyszerűt, amikor az ember ott áll egy sorsfordító kérdés előtt, hogy most eljöjjek el a munkára, ne jöjjek, hogy megfutamodok-e, erős leszek, megcsinálom, és hogy, hogy én, én, tipikusan olyan vagyok, hogy én kitalálok valamit, én inkább belevágok és megcsinálom, legfeljebb nem fog sikerülni, de engem ezek megerősítenek. Ez a live, ami kiszivárgott, ebből meg fogok tanulni, hogy, hogy mi, mik a tanulságok, mit lehet leszűrni ebből, hogyha most Elvesztettem pár ezer követőt a YouTube-on. Oké, okay, hogyan hozzuk ezt vissza? Tehát, hogy nekem ez, ezek erőt adnak, és én nem, nem ezen pörgök már hetek óta, három napig, ezért így kicsit összezuhantam, és így néztem, hogy nem esett jól az a, az a szín mennyiség. Hát Ugye még több bántást kaptam nyilván, tehát, hogy még mindig ott vannak a, tudod, a youtube amit automatikusan kiszűr. Ott van egy ilyen 200 komment, amire gondoltam, hogy felolvassam egy ilyen egy YouTube-videóba, hogy így hogy megmutatni az embereknek, de nem csináltam még meg azért, mert nem tudom, hogy rá akarom ezt szabadítani azokra a nézőkre, akik elképzelni nem tudják, hogy, hogy, hogy mit kap egy, egy, youtuber. Tehát pontosan tudod, neked nem kell magyaráznom, valószínűleg te is kaptam már hideget, meg meleget, és nem is biztos, hogy lenne értelme, úgyhogy szerintem nem fogom megcsinálni ezt a videót, de én napvetően egy jó embernek tartom magam, őszintén, tehát nem gondolom azt, hogy egy szarember lennék, mert nem akarok az lenni, mert nem bírom a szarembereket, és nem is nagyon ismerek ilyeneket. Pont számomra ezek a, a rossz akaró kommentelők pont a szarembere kategóriába tartoznak, és nem akarok ilyen barátokat, én egyszerűen csak így élem az életemet úgy, hogy tudom, egy csomó minden hiányzik az életemből, ami lehet, hogy már túl késő, egy gyerek például, egy, egy feleség, nem jött össze, a karrier fontosabb volt. Ha újra kezdem az életemet, akkor azért így lehet, hogy pár dolgot másképp csinálnék, de nem kezdhetjük újra. De hogy próbálom nem elkövetni azokat a hibákat, amiket régen elkövettem, de hogy néha becsúszik egy-egy hiba, aztán így valami lesz vele. Tehát, hogy... Szerinted lesz még ilyen? nem tudom, tök őszinten így nem tudom, lehet, hogy igen, lehet, hogy más formában lesz, lehet, hogy ne, majd megcsinom intelligensebben, hogy jó, akkor, tehát hogy ki tudok velük cseszni, tehát hogy, hogy tényleg, hogy hogy, 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 az embereknek ennyire ilyen fura a látásmódja, hogy ilyen más embernek látnak, hogy akkor, akkor tudok egy harmadik ember is lenni, hogy ő azt higgye, hogy na, neki volt igazad de közben én nyerek, mert ezt, igazából ezt, én akartam, ezt. ezt akartam előbb mondani, hogy amúgy tartalomgyártóként meg azért vagy köteles elviselni, mert tartalomgyártóként megvan az az eszközkészleted akár verbálisan, akár technikailag. Igen, csak az hazugság Hogy te kultúráltan. Igen, de az hazugság. Hogy te küldöd az anyjába, és a, az az sokkal igen, De nem vagyok, De én mondom, én nem vagyok egy ilyen annyira intelligens csávó. Én szeretek így bazd meg itt meg így csak simán, simán. nagy ez a legdurvább sértés, és valakit elküld az anyjába, de hogyha engem elküldnek, én nem fogok ott egy hajós András valószínűleg szofisztikáltabban küldni, hogy gyere ide, és így, a fedre, és így kisfiam, majd akkor izé ennyire így vagy, és akkor nem tudom, egy ilyen hatmondatos mondatos azért, káromkodásba tudná elküldeni az anyjába, úgyhogy hogy igazából nem mondja ki az anyácót. Tehát én nem vagyok ilyen intelligens. Én itt szeretek így ilyen, ilyen jó parasztosan, hogy ez a egyenesen, és hogy ami a szíven a számon, és hogy és volt, aki azt írta, hogy a, a fűközés az igazából azért volt gáz, mert hogy lehetett volna választékosabban is káromkodni. Igen, de én akkor tényleg ideges voltam, és nem volt erre időm, meg energiám, csak egy rohat TikTok videó volt, hogy ne csináljátok már ekkor ügyet ebből, de tényleg, hogy asszus, ott mellettünk emberek halnak a háborúban, nem tudok máson, tehát a levelem foglalkozzatok, nézzetek meg a videóimat, ha tetszik, ha nem tetszik, ne nézz meg, aztán talán mindenki menjen a dolgára. Tehát ez ilyen egyszerű szerintem. Zárjuk ezt le, Beszéljünk a jelenről. Um, többször hallottam azt vissza interjúidban, hogy egy nagyon erős kényszer volt benned, hogy te megmutasd, hogy, hogy te igenis meg tudod csinálni, hogy össze tudsz hozni valamit. Most így 2023. június elején. Hogy érzed, sikerült? Én mindent megcsináltam, amit akartam. Voltam, amiben belebuktam, de megcsináltam. És az utóbbi időben szerintem egyre jobban csináltam. Igazából ez az első olyan vállalkozás, ami hat éve megy, és nem veszteséges. Egyszer, egyszer, volt veszteség, ez az első év, de azt tudtam előre, számoltam vele. Nyilván rengeteg eszköz kellett venni, és ilyen 4 millió forint bukta volt, de most már nem veszteséges. Megvalósítottam a házprojektet, az elektromos autós projektet, a napelemes projektet, a nulla rezsis ház projektet, tehát tényleg szinte nulla a rezsim, és, és ez baromi jó érzés, mert nem kell pont, pont. Egyébként ez is csak azért lett, hogy a nézőknek nek kelljen reklámokat nézni a videóban. Ne Eneos reklámot berakni, vagy kárvertikált, vagy sex shop is megkeresett, meg millió ilyen izé is elektromos de... eszköz. De igen, egyébként ezt mondták ők is, de hát az is elektromos, mondom, igen, csak gyerekek is néznek, tehát hogy no. De, de hogy én de néha hülyének gondolom magam, hogy basszus, hogyha már úgy is azt hiszik, hogy fizetnek mindenért, akkor, akkor igazából itt tényleg hagynám, hogy fizessenek mindenért. Régen, még mikor mondjuk azt, hogy nagyvállalkozó? Volt -e te nagy vállalkozó. Hát nagyvállalkozó. KFT, hát ilyen közül Igen is ez kis Szóval, volt hogy, az hogy akkor így meglehetősen tiszta a te életutatból, hogy mi volt az értékmérő. Sportautók, utazás, az éves forgalom és a többi. Mi az értékmérő most? Nekem ezek voltak az értékmérők sosem. Nekem az hát, volt az azért... értékmérő, hogy nem basztam át aznap se senkit. Azért azt csak elmondtad, hogy, hogy elképzelted, hogy majd ott fog állni a merci, és a az, ami az, az várj, várj, úgy kezdtem, de az nagyon, nagyon, rájöttem, nagyon gyorsan rájöttem, hogy ezek nem számítanak. Tehát, hogy ez a, tehát ez a, pénz nem boldogít, ez annyira igaz, és nyilván rohadt jó, hogyha van, meg beleülhetünk bele ferrari az nagyon jó, meg minden. De ezt is elmondtam, hogy mindent odaadnék azért, hogy így olyan családom lehessen, mint amilyenben én nőttem föl. Hogy az, az, azt, azt nem tudtam még megvalósítani de, de közben meg egy csomó embernek tudtam valamit adni, tudtam szórakoztatni, van olyan videó, amit több mint egy millióan megnéztek, és, és, biztos, hogy szereztem egy rengeteg remek percet sok százer embernek, ami, ami, szerintem tök jó érzés, rengeteg támogató levelet kapok. Most, most képzeld, egy srác aival csinált nekem, nem tud beszélni, egy ujja mozog, azzal tud gépelni egy képernyőn, nem tudja mozgatni a testét. Anya, figyelj, minden megért ez a videó. Tegnap írt, lehet majd csinálok a srác videót, így, hogy én beszélek, és ő meg az ai keresztül tud válaszolni, mert egyrészt ez is zseniális, hogy már ilyet, ilyet meg tudunk tenni, de hogy ezek, ezek szerintem mindennél többet érnek. Ha még lenne egy családom, meg gyerekem, és akkor azt mondanám, hogy 100%. most pont egy picit ilyen gondba vagyok, hogy kérdésedre válaszoljak, hogy nincsen semmi célom. Az nem jó, majd lesz, de most, most úgy nincs. Mert hogy... Volt már ilyen az életedben? Nem, mindig volt egy csomó, hogy bejárna a világot, hogy akkor izé még egy bolt, stb. oktatóterem, ilyen autó, olyan autó, nem tudom, nagyon szép barátnőm, mondjuk, azok volt sok, de sokszor, sokszor sírta is elérni. De, de például az, hogy, hogy mondjuk megtalálnak az igazit, azt még nem sikerült, és hogy már kicsit el is engedtem ezt, mert már öreg vagyok. Szokott hiányozni amúgy a vállalkozói lét? A vállalkozói lét? Hát Néha így eszembe jut, hogy ú, kéne csinálni ezt, vagy azt, és akkor, vagy egy ilyen használt elektromos autókereskedést, és hogy nagyon menne, és hogy így, de rájövök, hogy tehát nem, nem motivál a a, a, régen még tudott motiválni, hogy akkor így felépíteni vagy nagyon nagy valamit, de aztán rájöttem, hogy ez ugye Magyarországon vállalkozni, ez nagyon nagy szívás, ilyen kereskedelemben, ez borzasztó. A szolgáltatás, amit mit csinálnak, az százszor egyszerűbb, meg könnyebb, meg nem tudsz akkor átbukni, de most egy autókereskedést használt elektromos autókkal, biztos tök jól menne, de hogyha bármi beüt, akkor ott vagyok, hogy hopp, kell egy százmillió hitel, nem, nem akarok még egyszer ennyit. Úgyhogy marad ez a szolgáltatás vonal. Egy, tök jól érzem abban, maga amit csinálok, leszámítva az idiótákat. Az, az, hogyha így, most, most, így egyébként sokkal jobb, mióta elkezdtem bannolni, ez egy tök jó ötlet volt, mert lehet, hogy kevesebben néznek, mert az algoritmus most nem szeret éppen, de azt el tudom engedni, mert még így is egyébként van men showként ez a havi egy millió megtekint. Egy millió? Ja, havi egy millió megtekintés. Azért ezt te tudod, hogy mit tudom én, egy ilyen a hazai autós szférában azért az elég jónak számít. úgyhogy hogy És volt egy millió hét is volt egyébként pár hónapja, amivel így azt mondtam, hogy akkor most kicsit hátadunk és kicsit lassítunk. Tehát én ezt, ezt, most így nagyon élvezem, hogy, hogy ez így működik, felépítettem és csinálom, csak mellette úgy nem Mégis ott a, a, a hiányérzet. Szóval. Majd ma lesz egy randim, lehet, hogy, lehet, hogy pont ma lesz az igaz, és egyébként nagyon jó fejcsaj. Azzal, hogy hátrahagytad ezt a vállalkozói létet, és eltelt el erre a nem is tudom, fenntartható életre, szerényebb életre, problémáktól mindenképpen mentesebb életre. Ez amúgy lendített az emberi kapcsolataidon, segített az emberi kapcsolataidon, mert ez egy ilyen visszatérő motívum volt, hogy, mm. hogy, hogy, hogy próbálkoztál, de valahogy mindig előtte volt az üzlet, a siker, az akármi az emberi kapcsolatoknak. A, a barátaim ugyanúgy megvannak, sőt, lettek új barátok, pont az autós utazások, tehát hogy azért így most elmentünk gokártozni, és itt jó volt így bandázni a többiekkel, meg, meg vagy iszogatni, vagy akármit. Tehát, hogy ezzel sosem volt gondom igazából, mindig ez a, ez a barátnő dolog volt a legnagyobb para, mert nekem egy nagyon-nagyon jó modellem van, amit így nyilván a kis agyam próbál lemásolni, hogy azt keresem, és hát többek között pont a rengeteg meló miatt valószínűleg nem találtam meg eddig, vagy, vagy csak nem volt időm rá, vagy csak nem volt szerencsém. Én azt látom egyébként, hogy ez azért nem aggódom emiatt, mert a, ezt lehet nem neked kéne mondani, de hogy veled nem fog ez előfordulni szerintem, mert ti úgy ránézésre jól egyben vagytok, de hogy azt hiszem a házasságok fele végződik Magyarországon, ami nagyon durva szám. Igen. Úgyhogy ezért nem aggódom annyira, hogy valószínűleg azért nem döntöttem olyan rossz, hogy nem vettem el azt a lányt, akit egy, egy, egyébként megkértem egy lányt egyszer, de lehet, hogy nem baj, hogy nemet mondod, és hogy az ilyen muszájból lett megkérés dolog volt, és, és lehet, hogy nem baj az, hogy így egyedül vagyok volt, voltak hosszú kapcsolataim, volt hét és fél éves kapcsolatom, és volt utána egy három és fél éves, utána egy másfél éves, és azóta az van, hogy, hogy így öreg vagyok, és már a második, harmadik randin túl nem jutok, mert már látom a redflegeket, hogy á, igen, ő azért nem lesz jó, ő, igen, ezt már próbáltuk, és azért nem lesz jó, és hogy igazából most ezért nincs nagyon kapcsolatom az elmúlt egy évben, mert, mert a randikon nem jutok túl. És te dolgoztál magadon? Tehát, hogy azt mondtad, hogy én már öreg vagyok, én nem akarok változni egy nőkedvér, vagy, vagy azért te is teszel azért, hogy eljöjjön ez az állapot? Tennék azért, hogy eljön az a nő, akinél azt látnám, hogy ő, ő megérdemli, és nem only fansből él, mint ahogy kiderült két hét után, Szóval so, akiért megérné azért kötnék kompromisszumokat sokat. Tehát, hogyha azon múlna, hogy vissza kell költözni a városba, megtenném, tehát, hogy simán benne van, vagy, vagy, azon múlik, hogy kiránduljak többet, biciklizek többet, sportoljak többet, menjünk kiállításra a múzeum. De nem, ezek mind, ezek olyanok, hogy szívesen megtenném, de szerintem, hogyha megtaláld, hogy ide, ezekre nincs akkor is, nem érgez magad mondom, ezzel. Mondom, ezt most csinálom, tehát, hogy ez volt az a pont, szerintem, hogy oké, okay, mindent megpróbáltam, edukáltam, visszaszóltam, amilyen volt az Isten, olyan volt a Isten, mindent megtettem, beleálltam, nem álltam bele, elfojtottam, most a ban a megoldás. Ez volt az utolsó, amihez nyúlni akartam, mert szerintem az egy kicsit ilyen megfutamodás, hogy ugye, hát, hogy ilyen kalapács? csak így, mert hogy, hogy, hogy kit bannolsz ki, tehát hogyha egy hülyéért is bannolsz, vagy azért nem, de hogy lehülyészhet, és ah, nem, és őt is kibannolod. De le, volt már, egy véletlenül bannoltam tök jó arcot, mert egyszerűen már így volt egymás, hát és, hát így, és, így, és, így, és, így soha nem tudod visszahozni a Youtube-on. Tehát ez sose jössz rá, hogy ki volt az, ha nem a nevére. Szóval nem szeretem ezt, de hát, hogyha ez a megoldás. Hallgattam egyébként, látod barátokra, azt mondták, hogy totálkább ez működött, akkor figyelj, feladom, ennyi. A, videósorozat a videósorozatban ezt... nem úgy. Egy, egy rendszeresen visszatérő elem a boldogság. A boldogság és annak a keresése, hogy te láttad, milyen a boldogság, és hogy azt akarod és úgy akarod megélni. Most ez a sorozat, ez négy éve volt. Közelebb kerültél akkor szerinted? Nem. Nem, gondolkoztam, hogy lehetne egy ilyen bónusz epizódot csinálni hozzá, hogy azóta mi változott de, de igazából nem sok minden, tehát nem voltak ilyen nagy relevációk, hogy akkor meg ilyen nagy felismerések, hogy hú, ez, ez egy volt talán, hogy, hogy, igazából egy másik életet élek, és hogy ezt is így el kell fogadni, hogy nem tudom, mi lett volna. Ha most ez van, és akkor ezt kell szeretni, ennek kell örülni, csak ilyen vicces belegondolni, hogy, hogy lehetne, hogy mi van, hogyha akár egy harmadikat is élhetnél, hogy így azt mondod, hogy, hogy, mit kell ahhoz dönteni, hogy így egy harmadik életet. A, a boldogság az azért nehéz, mert, Neked most ott a gyerek, és az biztos nagy boldogság, de, de hogy, hogy közben biztos neked is van most is olyan, hogy most melót váltottál, ott a bizonytalanság, fel kell építeni valamit, és akkor nem a boldogságot érzed, hanem ezt a, nagyon durvas teszt, főleg, hogy neked egy gyereket, meg egy, egy feleséget el kell tartani, egy családot kell egyben tartani, és működnie kell, és hogy így, tehát egy számomra ez sokkal nagyobb felelősséget jelent, és hogy, hogy ezek a folytogató érzések, olyankor a boldogság az így kicsit így a háttérbe szorul, meg szerintem a boldogság az egy ilyen pillanatnyi állapot, hogy ezt nem lehet, hogy állandóan boldog legyél, mert az ilyen, azt szerintem fura lenne. És egyébként erre is kb. 25 évesen jöttem rá, hogy így nem leszel állandóan boldog, boldog hanem hogy így jönnek ezek a nagyon durva időszakok, amikor nem a boldogság gondolsz, hanem arra, hogy csak két órát aludhassál, és hogy vagy ezt az időszakot túléld, és hogy jön egy válság, és hogy rajtad kívül álló dolgok. Szerintem ez minden embernek más. Én nekem ilyen azt próbálom ezeket az apró boldogságokat. Tehát, hogy azt, hogy most meghívtál, azt én így, ezt pozitívként élem meg, hogy így, hogy így kicsit furom, mert szerintem egy csomó nézitek utálni fog, de hogy azt meg ugye megszoktam, és hogy így, és hogy így tök jó érzés, hogy engem hívtatok meg, és nem akárki más. Tehát, hogy majd biztos meghívtok még sok embert, és majd meg is nézem ezeket. De hogy ezek a pici boldogságok, hogy, hogy akkor így eszedbe jutottam meg, hogy múltkor találkoztunk Bringával, és akkor nem leköptél, hanem így jól beszélgettünk, hogy, hogy, ezek, ezeket kell szem előtt tartani, és pont ezért nagyon rossz, hogy, hogy ott vannak mindig ezek a savazó emberek, de ne is térjünk vissza a topikra, mert... Ezt, ezt akartam kérdezni, hogy nem tűnsz alapvetően optimistának a, a jövőt illetően, de akkor most mégis hova tovább? Nem tudom. Mi lesz a cél? Mi lesz a következő? Nem tudom nem, csak mint tartalomgyártó, hanem, hanem akár emberileg is, hogy merre szeretnél te mozdulni. Tök őszintén nem tudom. Hogy most egy kicsit így hagyom magam sodródni, hogy, hogy egy kicsit jó érzés is, hogy, hogy, így, hogy nem kell, hogy legyen cél, hanem most kicsit talán tudod, egy, egy célom van, de az már egyébként régóta, mióta kiköltöztem Csobánkáról, hogy, hogy kicsit így élvezne az életet, hogy, hogy az a videó, amit a Pista csinált, hogy így komolyan még abból is így találtam, amit kirakott a Facebookon. Hát de azért csinálta. Te tudom. De hogy, de, hogy ez én a érdelem. dolog, hogy a Pista annyira zseniális, hogy, hogy úgy csináltam ezt a videót, hogy minden mondattal oda tudott nekem szúrni, hogy azért így az, az meglegyen, csak hogy ő jól érze magát ettől, mely én nyilván meg egyébként ez vicces is szerintem, de hogy a, a nézői ne nagyon vegyék ezt észre, és 95%-ban nem is vették észre, pár nyilván észrevették, és azok meg is írták meg, hogy ezért ez elég paraszt videó volt, Pista, nem kellett volna, és hogy ez is maga a Ezt mondtam neked, hogy de, de, én, de el, ebben, muta van. ebben, mutatkozik meg az intelligencia, hogy úgy tudsz valakit elküldeni a picsába, hogy alig várja, hogy indulhasson, és nem veszi észre. Így van, absz é, pontosan tudom, és én ilyen nagyon kedvesen neked, hogy Pista, én ezért költöztem hogy Csobánkára, ma is, tegnap is, minden nap lemegyek a Ma megnézzük a növényeket. Talán ültettem kettőt az én kezemmel. Egyébként nem a kertész ültette, hogy így visszaszűrök neki <laughs> ebben a videóban. Mindegy, tehát én bírom a pistát, és egy, volt egy választásom, és belemegyek ebbe, hogy én is csinálok egy ilyet, hogy Pista, te is küldtél már, ezért nem egyszer, tehát láttam én is, meg, meg törölt már kommentjeit, úgyhogy azt hiszem, nem, nem akarom mondani, mert én te is pontosan tudod, hogy miről volt szó. Szóval én ne, nem akarok ebbe belemenni, én nem bírom a pistát. Tök jó arcnak tartom, ő olyan, én sosem fogok beleállni csak úgy, hogyha ő ezt így élvező, hogy belém Azért ott volt az a videó a Gamercivelna. De én csak így visszaszóltam neki így Jó, filmad. ez most az a hogy ez olyan, hogy úgy, úgy kezdődött, hogy visszaütött. Szóval... Hát ő kétszer, kétszer beszólt és a fiatos videóba én visszaszóltam neki, ez tök direkt volt. Tehát, hogy az, az egész fiatos videót, ez, ezért akartam a rose gold fiatot, de tényleg, tehát, hogy csak a pistőn, egy, csak egy kicsit érezze, hogy mi az, amikor így, és én nem is név szerint említettem, de hogy azért, aki komolyabban benne van az autós tartalomba, az, az pontosan tudta, hogy kiről van szó, és egy kicsit érezze, hogy milyen az, amikor százer ember előtt kimondasz hogy, hogy, azért, tehát hogy legalább egymást ne fikázunk. tehát, hogy, vagy olyan embereket ne fikázzunk, akik egyébként nem rossz emberek. Mert szerintem a Pista se rossz ember, én is vagyok az, te se vagyok, te se vagy az, az e sem az, mert neki is beszólt az órára egyébként, nem tudom miért, úgy, hogy előtte forgattak videót, és nem értem, hogy miért kell ez, és szerintem egy országban, ahol ennyire megosztottak az emberek a, a, különböző gender dolgokban, és hogy a nem váltó műtéteket tiltják az óvodába, és könyveket tiltanak be, hogy legalább a vái pista százer ember előtt ne rakjon rá egy rohadt lapáttal. Nem azért, mert velem csinálta senki mással, ne kezdjen el buzizni élő adásban, mert szerintem ez ebben az országban, és hogyha ő már úgyis ilyen rohadt nagy magyarnak gondolja magát, meg palócnak, meg minden, az legalább tényleg én csak ennyit szerettem volna azzal elérni. Hogy szerintem ez tök gáz, hogyha azt mondja, hogy, hogy a hándrás nem ért az autókhoz, akkor beírja, hogy ja, tehát most nem mondtál újat vele. Tehát semmi gond nincsen ezzel, vagy, vagy az, hogy nem tudom, a hándrás egy ilyen elektromos autó imádó hülye gyerek, hülye gyereknek tartom magam mai napig, ennyi idősen, tök, tökre van, de, de ez a melegezés, ez annyira rangon alul szerintem. És neked, hogy, ez neked nagyon betalált mélyre. Mert mondom, ez, ez Magyarországon de, de egy Nem tartasz szó. attól, hogy minél gyakrabban mondod, hogy nem, 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 annál mélyebbre rá ja, ezt hát, a az, hát az, az, már teljesen mindegy volt. Tehát, hogy figyelj, tehát, hogy a redditen az megy, hogy engem kitiltottak valami számra ismertem meleg hogy ők tudják. Hogy úgy mondom, és tudod, hogy írtak valami nevet, és az mi? Ha a tudjuk, kitiltottak. Ah, jó van, tehát, hogy tényleg. Én, egyébként nekem erre nagyon régóta van egy válaszom, Uh, már a blogomon is jöttek ezzel, hogy én, hogy én biztos buzi vagyok meg ilyen. Tehát mondom, ez már akkor is szitokszó volt, és hogy amikor már nem tudsz mit irigykedve valakinek így felhozni, vagy beleállni, belekötni, akkor jön ez a bulizás, ez a teljesen teljes, teljes Mindig azt így szoktam visszaírni, már akár copy paste hogy tudom, cica fiú, hogy nagyon szeretnéd, hogy meleg legyek, de hogy sajnos nem vagyok az, lányokat szeretem, és akkor erre nem, ez így elkotródnak, mert akkor hú, már, már, hogyha ő erre visszaszól, hogy nem vagyok meleg, akkor pont a, a így a saját az melegét, ez így van. Na, Igen, de, de tehát, nem, hogy... nem tudsz kibújni a kérdésről, hogy hova tovább? Nem tudom, ez a kis kitérő? Nem tudom, tényleg nem tudom megmondani. Most vasárnap Horvátországba, tengerpartra, és hogy egyedül megyek, mert akivel mennék, annak nincs szabadsága, mindegy. De hogy lemegyek, mert hogy kell. Vannak terveim így elmenni Norvégiába, egy ilyen hosszú tripre, de nagyon sok pénz és nagyon sok idő, és hogy tudod, mi a bajom, hogy nincs energiám. Tehát, hogy majd ezt te is érezni fogod 40 fölött, hogy ez úgy kezd föl reggel, bár most talán a gyerek mellett a sok nem alvásra érzed, 32 hogy... 32 éves is úgy kezd és fia, ez, igen, ez így volt, és hogy mindig, minden évben egyre rosszabb lesz, és nagyon nincs energiám, és hogy nem tudok föltöltődni, hat év alatt nem voltam nyaralni egyszer sem. Tehát, hogy tavaly lementünk Horvátországba, is forgattam, dolgoztam, nyilván videót vágtam esténként, tehát szokásos. Te is voltál Nisza Liffel tengerparton, mert így Hogyha még egyszer valaki nekem azt mondja, hogy mennyit utazhatunk, én azt megölöm biztos. Tehát, hogy, így, hogy ez a legrosszabb az autós videózásban, amikor külföldön kell autót 18 videóznám. óra alatt értünk le. De borzasztó. Hát én most é. mondjuk az Eltron q 8 megyek, szerintem ez kicsit egyszerűbb lesz, meg csak 550 km, de igazából ez egy nagyon egyszerű tesz lesz, és hogy pont azért tervezem így, hogy kicsit tudjak pihenni is, meg már lefoglaltam 10 napot júliusra, tehát hogy tavaly megfogadtam, hogy ugye dolgoztam, kevés volt, pénz nem számít, menjek, mert, mert, nem, tudok feltöltődni, és az meglátszik, tehát hogy nekem az a legnagyobb bajom, hogy ezt látom a saját videóimon, hogy így, ha nincs energia, még a néző nem veszi észre, de én már igen. Úgyhogy most ez a cél, hogy energiát gyűjteni, pihenni, leszarni a kommentelőket, mert úgy látszik így, meg, megváltoztatni nem tudom az embereket, csak hogy én szerettem volna, megpróbáltam legalább, nem sikerült, de bekerültem a rádióba. Ezzel bekerültem a, Mondjuk mi mondjuk igaz a, a légszennyezéssel is legalább a telexre. Mondom, de akkor, tehát akkor Balázsék nem hívtak föl például, az nem volt olyan. Pedig szerintem az százszor fontosabb téma, mint hogy az influencer, youtuber, hülye gyerek kicsit anyázik egy lába. Tehát, hogy... Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen. hogy eljöttél. Én köszönöm, meg köszönöm a driftelést, hogy egyből le kellett ízadjuk ott a hátsülés. Hátsülésre még sosem ültem drift ez Pedig ott az igazi, volt. mert tudod, hogy az autó kileng, ott éled meg Jó igazán volt, a tempót. Volt. Jó, buli ez persze. Majd beszólnak ezért is, hogy nem milyen álszent hülye gyerek, izé, itt égett a gumit, azt örülnek ide. meg de nekik, hogy ez az autó nem évi 200 t megy, és... Így van. Form is legyen, meg ezek legyenek, nem ezen múlik a, sok, a 4 milliárd autót, vagy nem tudom mennyi van azt. Azt kéne A TDI Golf, ami évi 40 ezeret megy, az inkább. Igen, azt. Köszönöm még egyszer. Én is köszönöm.